Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk újra együtt. A nagy család, és a változatosság kedvéért nálunk esik. Végre, ugye. Jó, igen, tényleg, volt néhány óra kihagyás tegnap délután, ugye, tehát ne legyen. Nem, hát amit egyszer megszokott az ember, azt tartsa magát. Én is a szokásaim rabja vagyok, úgyhogy elmondom nektek, hogy Kozd, Káva, Gárdony háromszögben jelenleg esik. Ez egy sokkal kisebb háromszög egyébként, mint a tegnapi. Igen, hát örüljünk neki. Ez a lényeg. Igazából ebben az az üdvözítő, meg az benne nagyon szórakoztató, meg nagyon mulatságos, hogy mindig ott esik, ahol én vagyok. Most így hát ezen a héten gyakorlatilag... Vannak páran. Igen, vannak, de hát nyilván, tudod, a szomszéd gyerek bizonyítványa, apádat se vigasztalta annak idején, igen, hogy az is megbukott kettőből, nálunk legalábbis ez így volt. Igen, azért ne érezd egy személyed elleni áldásnak, vagy átoknak. Mit akarsz nekem üzenni? Mondd meg nekem, uram! Mert hogy még vagyunk ezzel, hát ahol én vagyok, ott is esik, képzel. Azért meg, csak ahol mondom, még néhányan vannak. Tegnap még a híradóba is bekerültünk, 18. kerületben egy óra alatt annyi eső esett, mint éves átlagban. Igen, egy havi átlagban Budapesten. Tehát mi megkaptuk a magunkét tegnap, és ezt le is csekkoltam, kicsit bekocogtam tegnap este Lőrinc bizonyos területeit, gyakorlatilag átvettük az Ezer Országa címet Finnországtól. Nagyon örülök neki, nagyon biztató, 50 méteres tavakat láttam. Igen, mert nem tudja már elnyerni a csatorna egyszerűen, szóval ezt nem lehet. De érzed az okot, vagy tudod az okát, hogy miért pont Lőrinc, tehát hogy mi a baja veletek, a jó Isten? Mert mi mélyföld vagyunk, biztos vagy. Én nem tudom, ráadásul mi viszonylag magasan is fekszünk, és ehhez képest mondjuk, basszus. Nyugati aluljáról láttátok a képeket? Fátyolvízes, nem néztem. Az egyik portál azt írta, fátyolvízes is konkrétan. Ömlött be a víz, és így derékig jártál benne, most nyilván költői a túlzás, de térdig egészen biztos. Az kemény. Nagyon komoly. Mindenhol ez van, durva. Nem tudja elnyelni a csatorna. Akkor a vihar volt megint tegnap, hogy... Hát vagy túlszolgáltatás a BKV részéről. Én pont belementem a viharba, és olyan szakrális élmény volt. Az M7-esen mentem. Én viharvadász vagyok, én imádok belemenni a viharba, mint egy nagy, ilyen szürke vaginába mentem volna bele, olyan volt. Az M1, M7-es bevezetőjén mentem, és még sütött a nap. Nem. Sütött a nap, és mentem, és Pest felett már vihar volt, de olyan fekete felhők voltak, hogy mondom, úristen, ide bele kell hatolnom. Tehát itt egyszerűen ott kell lennem. Érezted a kihívást. Éreztem a kihívást, és pont Budán volt dolgom, és egyenesen bele. És a legnagyobb zugiba. És mentél Bécsig. Mentél. Gondolom, kiszállok, és megáztatom magam. Tehát arra gondoltam, hogy milyen jól nem is kiszállni, és végig gurulni a villamosnak a sínyein, ahol már állt az eső. Hogy miért nem csinálnak ilyet az emberek? Aztán puha voltam, sőt, én is ugyanezt éreztem, hogy így tegyél próbára, tudod, üvöltök egy nagyot. Tégy próbára, hát emberém csak a villán. Aztán sajnos nem csináltam meg, de annyira jó volt, és a legnagyobb zuhiba voltam ott Budán, pont amikor fák dőltek ki, villamos állt le, autósok rohantak, szegény gyalogosok, hát az nagyon kemény, ők mit élnek át. Azon gondolkoztam, hogy mi van, ha mondjuk belecsap az autóba villám. Ezen mindig gondolkozom, tudom, Faraday karitka, meg levezeti, meg nincs baj, de hogy mi van, ha mégis? Gyorsabb lesz. Hát az biztos, az elektromosság hajt. Simán átmegy rajta, és leviszi, a gumi leföldeli, és... Persze. De ott szerintem olyan nagy probléma nincsen. Lehet, hogy a feszültség ingadozás miatt azért egy picit így megrogyik. De téged nem ráz meg bent az autóban? Ne. Szerintem nem. Mindig nem. Erre gondolok, mikor viharban vagyok, hogy mi van akkor, amikor a kivételes egyszer belénk csapna villám. Hát egyrészt, ha városban vagy, akkor van magasabb hely. Ugye mindig azt mondják, hogy a legmagasabb a csap bele. Van állítólag egy ilyen. Ez nem tudom, ez legenda, vagy nem, igen. Hát ezt csak tudnál aláírni így hármunk közül, érted? Igazolni, Ferenc. Ez a mező, feküdj le, mert belé csap a villám. Hát most ez... Ha a mezőn egy fa van, akkor nem szabad aláállni. Én csak a talajmenti fagyokról tudok nektek. És az milyen? Nem, én azt mondtam, hogy magasan lévő fémbe. Tehát a fémet keres. Na, de hát a városban van villámárító a ház tetején. És de ilyen alapon meg házak égtek le tegnap, ott meg kémény van. Akkor miért csap oda? Annál biztosan magasabb ott a városban, nem? Hát... A tegnap leégett vagy két darab ház, igen, teljesen. Na most annál vannak magasabb pontok, és mégis leégtek. És ilyenkor, ha belecsap az autóba, azért az autó kigyullad? Ki se gyullad? Csak. Átmegy rajta a villám, és kész. Igen. Tehát akkor kiégett valami autó, mert hogy belecsapott a villám. Akkor miért kérdezed, hogy ki gyullad-e? Hogy van ez? Ugye, hogy mennyi minden nem tudunk a vihar? Valami, nem tudom milyen autó belecsapott, de hogy nem használták a kocsit, és ki kiégett egy perc alatt. Maradjunk annyiban, hogy nem használ neki.
És akkor de minden... nem üzemszerű. Nem, hogy ez így... még nekem nem megy nyugtató. Nem erre. De ne. További ne. Fizikai magyarázatokat igen. És bizonyítékokat sokat akarok, az hogy agyasz valamin, az valóra is válik, úgyhogy ne akar. És tudod, kik vannak veszélyben, akik magas autóban ülnek. Igen. Hát igen. A lapos autó lejjebb van, mint a magas autó. Úgy áztattam magam tegnap a viharban, nyitva hagytam a tetőablakot, és hagytam, hogy beessen a víz. És néztem fölfelé, és egyé váltam a viharra, és amikor nagyon csapkodott körülöttem, mondom, inkább behúzom, mert mi van, belém vág. Ez milyen nyomorult ülsz a kocsiba, és megölte egy villámcsapást, tudod. Ó, mondom, az... Mi van, ha ez a garanciális javítások témakörben nem? Az nem fér, az nem fér, nincs, aki elvigye. Sevestén úr, az van, hogy tegnap mi is hallgattuk a rádióműsorokat, és hogy van némi közvetett bizonyítékunk arra, hogy ön nem rendeltetésszerűen használta az autóját, ezt sajnos nem tudjuk most. Garanciálisan javítani. És bevágna a tetőablakon, te ott maradnál, és az autó ilyen tök sértetlen maradna. És csak ott feküdnél. Egy ilyen széndarab. Csak te ülnél bent. És így feküdnél. És senki nem állna meg, tudom, meg se ismernének, hogy azt gondolják, hogy lepihen, de elromlott az autója. Még ráborulnék a vízvillogóra, pont tudod, ó, biztos leállt az esőbe a kocsi. És 3 óráig ott áznék szénnégve. Így van. Nagyon jó lenne, mint Owen bácsi a legrosszabb napján, amikor igen. Azt mondta a birodalmiaknak, hogy nem tudom, hol van Luke. Igen, miközben Luke Obi-Wannal bandázott van, valami barlangban. Berulini már ott parázsolt mellette. Te úgy érzed a visszatérve a nyitó gondolatra, hogy mindig ott esik, ahol te vagy? Valahogy. Akkor viszont nagyon gyorsan költözel innen. Így van. Mert hogy ez ránk is esik, az a baj. Valahogy így alakult a dolog, hát mindegy. Nem érdekes. A tegnapi napom egyébként amúgy sem volt egyébként felhőtlen, hazafelé indultam, meglehetősen jó kedvel, jó vidáman, tényleg jó adás volt mögöttünk, éppen akkor egyébként nem is esett. Erre basszus elkaptak az ellenőrök, és nem volt nálam bérlet, a másik nadrágomba hagytam, úgyhogy benyeltem, igen. Sajnos mennem kell Zakácfa utcában, az majd nem akartam kifizetni a helyszíni bírságot, hogy nem. Itt van egy kis 16 ezrecskéről szóló csekk, amit természetesen, hogyha 2 munkanapon belül befizetek, akkor ez csak 2000. Kaptam rá 2 munkanapot. Most hadd kérdezzem már meg, hogyha adott esetben tényleg az ember mondjuk így munkaidőben veszi észre azt, hogy ott vannak az ellenőrök, és veszi észre azt, hogy nincsen áll a sejjei, sebérlet, stb., és megbüntetik, akkor miért csak 2 napot adnak neked arra, hogy bemenjél egyébként a város egyetlen olyan pontjára, ahol elfogadják tőled ezt a bérletbemutatást, amit egyébként nem fogjátok kitalálni, egy naptári évben 2-szer tudtok csak megejteni. Tehát 2-szer hibázhatsz. Kétszer hibázhatsz. Figyeljetek, az van, hogy van, amikor nem rakom vissza a pénztárcámba a bérletemet, hanem berakom a zsebembe. Igen. És hát meg fogtok lepődni, néha váltom a nadrágjaimat, és most ugye ez történt. Azért ez előfordul 2-szer, 3-szor is esetleg. Ez autósokkal ugyanúgy előfordul. Ugye még mi haladékot se kapunk, azonnal megbüntetnek. Ha nincs nálad jogosítvány, nincs ilyen, hogy te mutasd be a jogsidat, és akkor nem tudom, azonnal a helyszínen. De olyan szabálysággal fordul elő, hogy a másik autódban hagyod. De nem hagyjuk, nem tároljuk az autóban. Én is a nadrágomban tárolom, a tárcámban. Ja jó, akkor bocs. Hát de most és titeket hányszor ellenőriznek az utakon? Hát minket azért egy picit többször a tömegközlekedésben. Hát ez random módon zajlik. Van, akit egy nap lehet, hogy 2-szer is elkapnak, vagy 1 héten 3-szor, van, akit meg fél évig 1-szerre. Ahogy ugyanígy zajlik a BKV-nál. Van, aki úgy utazik, hogy fél éve nem futott be ellenőrzésbe, mert nem jár olyan csomópontokon, van, aki meg minden napot megy. Tehát ez azért nem durva, szerintem, mert az autósoknál sincs türelmi idő. Melyik az, hogy 2 nap alatt kell bemutatnod. Például én nem tudom bemutatni a jogsimat, nálam nincs a jogsim, vagy a forgalmi, akkor akár még a rendszámat is leszedik, és azért az egy nagyon komoly tortúra. Igen, de 2 munkanap. A másik meg az én kérdésem az, a következő, hogy 2014-et írunk. Igen. Miért nem lehet azt megtenni, hogy otthon szépen beszkennelem a bérletemet, és elküldöm nekik csekkolásra egy e-mail címet? Mert tudják, hogy milyenek vagytok ti internet felhasználók, hogy bármit meghamisítotok. Érted? Ja, értem. Csinálsz egy augusztus havi bérletet. Ja, azt megcsinálod a személyes bemutatás, az ezért kell valószínűleg. Aha. Megni valószínűleg nincs szkenne. De ráadásul ugye én az igazolvány számommal benne vagyok már egy rendszerben. Miért nem lehet hivatkozni erre? Mert tudod, hogy nagyon szívesen neki megyek a BKV-nak, de mivel autózom és sajnos az autósokra... 2014-et írunk neki, már mindenkinek az Akácfa utcába bemennie, ha tessék tetszik, a bérletet, amit csinálunk már 30 éve. Az a kellemetlenebb, hogy egy hely van a városban. Tehát ha igen. Egyébként bármelyik helyen, ahol te bérletet tudsz venni, be tudnád mutatni, és azt mondják, hogy onnan leigazolják az Akácfának, azt meg. Miért nem tudom bármilyen BKV jegypénztárban, ahol egyébként bent ül egy személy, tehát nem egy automatáról beszélek, egy személy bent ül, ott, ahol meg tudom vásárolni, ott be is mutatni a bérletemet,
és befizetni adott esetben ezt a 2000 forintot. Mondom, nem a büntetés ellen ágálok. Tehát oké, nem volt nálam, befizetem ezt a két rugót. Aha. Az sajnos igen. Csak hát hogy ez érted, ez a procedúra. Mert az a személy, az az eladásra alkalmas, érted? Aki ott van, az nem alkalmas a azonosításra. Igen, nem alkalmas azonosításra, neki nincs jegyzőkönyve, igen. Nem tudja megnézni, nincs infrastruktúrája rá, tessék szépen bemenni ez az Akácfa utcába. Ez maga a jegyzőkönyv, tehát hogy itt, érted, én aláírtam valamit, és cserébe kaptam egy ilyen kis csekket. Tehát hogy is rajta, ezen ugye rajta van, azt mondja, hogy az eseménynek a száma is. Tehát hogy erre, ennyi kellene csak az egész, szépen nektek. Feltöltik az adatokat este, amikor bemennek, és akkor én másnap, amikor bemegyek oda a BKV ellenőrről, illetve ez a BKV jegypénztár, szépen beírja, megnézi, köszönöm szépen, 2000 forint. Nektek a bérlet, nekünk a jogosítvány. Ennyi, ki nem? Mi jutott ez? Ez most tényleg így van. A rendszeretek azért egy picit fejlettebb, mint amilyenek nekem úgy tűnik. Mint az autóink is, mint a... Semmivel nem fejlettebb. Ha nálam nincs a jogosítvány, akkor nekem nem tudok bemenni utána azt, hogy bemutogatni, vagy valami, ha olyan rendőrbe futok bele, azt mondja, hogy érvénytelenül vezetek, nincs jogosítvány, lekéri, nem kéri, lehet, hogy ő le tudja kérni, és tudja, hogy nekem érvényes a jogosítványom, de ha olyan, akkor simán mondhatja azt, hogy hát sajnos jogosítvány nélkül vezetek, szabálysértés, 5 vagy 10 ezer forint azonnal, nem tudom, hány büntetőpont. Azért hasonlít ez... már össze a ti trafipaxaitokat a mi humandroidoinkkal. Én most nem a trafiról beszélek. A fejlettebb rendszerről beszélek, arról, hogy a ti rendszeretek sokkal fejlettebb, mint a BKV-nak a rendszere. Most a büntetést hasonlítottuk össze büntetéssel. Most hogy érted, hogy fejlettebb a rendszer? Tehát én csak azt mondom, hogy ugyanúgy vonatkozik az autósokra is, hogyha gatyát cserélnek, akkor ugyanúgy megbüntetik őket. Tehát, hogy nem a BKV rendszere rossz, mert az autósokat ugyanúgy előszedik, ha igen, átteszed a gatyádba a jogsidat. Okay. Érted? Tehát, hogy nem a büntetési módszert... Te postai úton, vagy pedig egy számlán keresztül tudod rendezni a büntetésedet? Persze. Igen. Akkor miről beszélünk? Igen. Én meg az Akácfa utcában megyek be. Na, de te is tudnád rendezni, ha befizetnéd a pódiat. Ha befé, persze. Csak tehát akkor nem 2000 egy... forintot fizetni. Igen, de, igen, de van egy lehetőséget bemutatni, ami nekünk nincs meg. Érted? Ez igaz, de ha neked egy pódi van, te bemész a postára, és postai úton rendezed. Tehát te nem most valami olyat mutatsz be. 16 ezer forintot igen, rendezek, és nem lenne. Pedig kettőt. Igen, de nekem a kettőben is bajom van. Na jó, de a 16-ot akkor rendezed, ha nincs bérleted. Csak mondom, hogy megvan a rendszer. De nekem van bérletem. Ez akkor az. Fizetem a 2000 forintot, hát amikor van bérletem. Szerintem az tök jó, hogy kevesebbet fizetsz, és még be tudod mutatni. De oké, okay, értem, csak mindig vissza, de hogy én az Akácfáról beszélek. Tehát arról beszélek, hogy egyetlen hely van, és hogy postai úton csak úgy tudom rendezni, ha befizetem a 8-szorosát. Én abszolút értem, amit mondasz, meg szerintem mindenki érti, amit mondasz, de nekem a 2000-rel is bajom van. Megmondom miért. Te megelőlegezed a tömegközlekedést. Én úgy veszem meg a bérletet, mint hogyha te úgy utaznál taxival, hogy előre kifizeted a számlát. Innentől kezdve ez a 2000 forint nekem azért jogtalan, mert valóban nem volt nálam a bérlet, igenem, de én minden hónap elején veszem meg a bérletet, és 30 napra van kifizetve a számlám. Szerintem ilyenkor az lenne a korrekt, rendben van, írjanak föl, hogy nem volt nálam, de a bemutatom 2000 forint se legyen. Én nem hoztam magadra. Nem, Feri, én 30 napra előre kifizetem a bérletet. Igen, és ráadásul ugye már nem átruházható, tehát már úgymond nem átruházható. Lehetősége sincsen benne. Érted, de miért van benne legyen a szabályban, mikor... Mert ahogy nekem is benne van, hogy ha autóba ülök, ott igen kell legyen. Igen, gyerekek, de te igen nem előlegezed meg, érted, amit mondok? Tehát te megelőlegezed 30 nappal előre, ki van fizetve a bérlet? Hát akkor milyen 2000-et? Hát én úgy utazom... Én értem, hogy ki van fizetve, de ha veszel egy napi jegyet a Vidámparkba, és kijössz a Vidámparkba, és újra bemész, azt újra be kell mutatnod. Tehát ezek sajnos ilyen dolgok. De hát nem. Értem, hogy mit mondasz, hogy előre, ebben igazad van, egyébként előre ki van igen, fizetve. Tehát... De most te igénybe veszel egy szolgáltatást. Annak a szolgáltatás, ezt értem, hogy előre kifizetted, de vannak bizonyos szabályrendszerei. A szabályrendszerei az, hogy legyen nálad a bérlet és a jegy. És ha nincs nálad, akkor bizony pódiat vagy kénytelen fizetni. Igen. Én is egy csomószor állok úgy rossz helyen, hogy egyébként nem direkt állok, és basszus ugyanúgy megbüntetek, és nem de ez nem akkor a gond, mert csak hogy büntetni mindenhol büntetnek, befizetni viszont csak egy helyen tudod. Most ez a probléma. Igen, de most akkor másról beszéltek. Így van. Én értem, hogy csak sütöges a saját pecsét. Én a 2000-et is megkérdőjelezem, mert mondom, hogyha valakinek nincs, akkor rendben van, ez jogos, hát nem volt, akkor büntessék. Én értem, hogy te előre kifizetem. Hát akkor meg milyen 2000? Bemegyek az Akácfába. De te fizeted. De ez a 2000 nem csak arról szól. Hát persze, igazolni is tudom, Feri. Hát ki van, igazolni is tudom. Ott kell igazolni. De Anna, ez a 2000 ez nem csak arról szól, hogy te egyedül majd bemész megmutatni, hanem arról is szól egyébként, hogy az emberekben tudatosítsa, hogy jobb azért, ha nálad van, mert bizonyos szankcióval jár, ha nincs nálad. Jó, ez igaz, ezt elfogadom. Érted, igen. Tehát, hogy egyébként mindenki azt mondja, ja, nincs nálam, majd bemutatom. Ja, mindenki sorbál az Akácfa utcába, rohadt nagy bürokrácia lenne, mindenki öt, tehát, hogy valami
rendszert azért kell vinni a közlekedésbe. Okay, ezt én ezt elfogadom. Értem, hogy tök igazad van, persze előre kifizetted, mutasd be utólag, csak akkor senki nem vinné magával, mert azért sokan azért viszik, mert félnek a 2000 forintot. Oké, okay, jó, ezt osztom, nem igazad van. Jó, meggyőztél, mert ezért én sokat agyaltam egyébként, hogy szerintem ez hogy az, azért, hogy azért ez valahol, na. Az ember akkor figyel oda a szabályokra, ha anyagilag van tőle ez a dolog megkövetelve. Sajnos így működünk. Igen. Ilyenek vagyunk, ez nem egy emberi hiányosság, szerintem így működik az ember, hogy egész egyszerűen inkább odafigyelsz, 2000 forint fene se akarja befizetni, ha nem, akkor azt mondom, hogy ja, nincs nálam, majd bemutatom. Ja, nincs sem, állnának az ön, majd bemutatom mindenkit fölírni, gondold el, mennyi mindenkit hát írsz biztos, föl. Ebbe igazad van. Tehát az aztán teljesen követhetetlen lenne szerintem. Jó, tehát, hogy ez igaz. Én ezt azért kicsit értem, tehát hogy nagyon sok minden nem értek a BKV-val kapcsolatban. Igen. Nagyon sok minden nem. Hogy miért kell még embereket fölengedni a 3-as metróra, hogy miért csak egy helyen lehet befizetni. Uh-huh. De azt, hogyha nincs nálad valamilyen szinten, azért pótdíjazzák. Hogy miért csak egy akvaparkot nyitok a második János Pál megállónál. Igen. Érted? Szóval... Értem, igen, elfogadom, igazad van, erre nem gondoltam, tehát tényleg igazad van. Csak mondom, ezen nem tudtam így napirendre térni, hogyha én kifizetem előre, megelőlegezem, most mondok egy durvát, hogyha uh-huh. mondjuk meghalok a hó közepén, akkor ott 2 hét nekem ki van fizetve, kérem szépen. És akkor azt visszakérdik, nem lehet, na ez az, hogy nem lehet, és én ezért érzem azt, hogy na, kicsit, ilyen alapon a hallgató írja, hogy a jogsi is előre ki van fizetve. Tehát a jogsi is egészségügyi, stb. Vizsga, stb. Ezt megcsináltad. És végül is van nálam, nekem van érvényes jogsim, amit én kifizettem, csak basszus, nincs nálam, ne haragudjanak, érted, engem vágtak már meg ezért. Sajnos, nem mondom, így kérjék, lehet érvényesek, ne. Nem tudom, szabálysért, mit a 5000-ti helyszín, és nincs nálam jogsi. Basszus, hát a másik gatyámmal van ért. Úgy megvágtak, mint a húzat. Előre kifizettem. Nekem feltűnt, okay, hogy neked jó, van érzéked ez a logikus hát érveléshez. Az, igen, akkor jó. Azt mondd meg nekem. De nem, én most mindig racionálisan gondolkodom. Jó, tehát, oké, második kérdés. Na. Figyelj, következő. Szerinted, hogyha ha 2000 forintod, vagy 2000 forint befizetésével én ott béletbemutatással együtt meg tudom úszni ezt a dolgot, akkor tényleg miért kell 8000-et fizetnem a buszon? Ott miért nem tudnék 2000-et fizetni? Bár de nem értem a 8000-et. Hogy a helyszíni bírság, ugye? 8000, ha igen, beviszed, ha beviszem, akkor 2000. Tehát ott neki már ugye az adminisztráció, megint egy embernek foglalkoznia kell, megint egy embernek az idejét foglalom le vele, megint van vele plusz melója a BKV-nak, hogy a helyszínen nézed, miért 8000. Azért, mert az már büntetés, azt a 16-hoz kell viszonyítanod. Uh-huh. Tehát azt nem a 2000-es bemutatási bírság, hívjuk így, ne ahhoz viszonyítsd, a 8000 helyszíni bírság az a 16000-es befizetendő bírság. De a helyszínen nincsen beljebb ezzel a BKV, hogyha én kifizetek neki 2000 forintot? Nem tudsz 2000-et fizetni, hiszen nem mutatod be a bérletedet. A 2000-et azt csak akkor fizeted be, ha bemutatod így a bérletet. Van. A 8000 az helyszíni bírság. Uh-huh. Ha nem ahogy hajlandó 8000-et ott fizetni, igen, akkor utalját 16-ot. Azért az is borsos, mondjuk a 8. Igen, tehát a 2, az nem az a 16-tal van együtt. A 8 a 16-tal van együtt, a 2 az nincs pariban a 8-tal. Uh-huh. Tehát vagy 8, vagy 16. Igen. És miért ezt egy havi bérletárát, miért 16-ot? Hogy érezzem, hogy ez büntetés? Igen. Lehet, hogy lett volna nálad a bérlet, hát komolyan mondom. Hát mit indítottál el már megint? Nem, de hát én tökre értem. Persze, én is értem. Nem, ugye autós fejjel gondolkodik az ember BKV, hogy rosszabb vagy jobb-e a rendszer, nem tudom igazából, csak azért nem kirívó, mert hogy ugyanúgy vonatkozik ez másra is. Igazából igen, a 8-at és a 16-ot kell összehasonlítani, hogy van 8 lehetőséged ott, vagy 16, akkor... Ha utalod. Mindegy, és miért nem adtál meg kamu nevet? Sebestyén, Balázs. Miért nem szoktam ilyen? Ja? Ott volt vele rendőr? Ilyet, mert volt belőle bajom, mert évekig az egyik kertszomszédunknak a címét adtam meg, meg a nevét, és aztán... És jöttek a csekkek. Igen. Igen, de ez még akkor még fiatal voltam, és még romlott. És csak a rakedról érdekel. Úgyhogy nem, most mondom, én igyekeztem jogkövető lenni, pánikba is estem, szerintem nem úgy néztem ki, mint aki nagyon hazudik, nem nagyon tudok hazudni. Na. És hát jó volt, mert gyakorlatilag azt mondja, hogy 3 megállat utaztam, és amennyire én... úgy meg tudtam figyelni, én voltam az egyetlen, akit megbüntettek a buszról. Úgyhogy jó volt. Jó, adom azt, hogy nem lehet bemutatni sehol, csak az akászfába, az a tiéd, a büntit azt nem tudom. Mondjuk a 16 azért gyerekek, az kemény. Most tudjátok, hogy mi van még. Bérlet. Tudjátok, hogy mi van még egyébként. Kemény. Ma nem tudok bemenni, mert sajnos adás után rögtön dolgom van, el kell mennem valahova. 10:30 körül büntettek meg tegnap, hogyha szigorúan veszük a 48 órát, nem fogok odaérni az akát. Igen, mert holnap itt vagy 10-ig. Taxival kell mennem. Meghatalmazásra nem lehet valakit? Én nem tudom. Nem. Nincs ilyen, hogy meghatalmazom kis Józsefet, megint nem. A Józsik. Hát személyes szerintem. Meghatalmazom Horváth Tihamért, hogy menjen be és mutassa be. Aha, tehát a személyes bemutatás mi?
Igen, azt mondja, hogy kell az ellenőr általadott csekk, érvényes arcképes igazolványa, pótdíjazás napjára és időpontjára érvényes bérlet és személyi azonosságot igazoló dokumentum. Uh-huh. Azt nem írja, hogy lehet egyébként meghatalmazott, mert akkor megkérnélek. Én nagyon régen voltam az Akác utcában, én még azt is tudom, hogy hol van, igen, melyek a Dohány utcában, és balra kell fordulni. Mindenki tudja, mert hogy már oda járunk, hogy hívják, jelenti. Már mindenkinek van saját helye. Jobb oldalon volt egy szórakozó hely, az mi volt? A Club 7 volt régen, az a szórakozó, jobb oldalt sarkon, és balra fordulsz a Dohányból, mielőtt kiérsz a körútra. Sarkon volt a Gorki mozi. Igen, majdnem. Igen. Majdnem, az kicsit, igen, igen. Picit fejjel a Blaha felé. Igen. Ja, hát ez van. Már ki hülye fizessen, már itt magamra értem. Nem kell, igen, nem kell nadrágot, nem kell itt divatozni. Értem, egy hétfőn nadrágot, hétfőn. Aztán heti két nadrággal, nem jó az egy? Hétfőtől péntekig vigyél. Most csak este reggelre csak megszárad. Nem? Meg egyébként amúgy is vizes lesz ebben. Hát, minden hónapban tetováltasd fel magadra a havi bérletet. Most lefényképeztem. Bérlet. Ezt ki fogom próbálni egyébként. Hogy? Lefényképeztem. És elég jó minőségű képeket, és megmutatom nekik. Itt van ez a bérletem, ott van, tetszik látni. Ott az a. Na, mutatom. Tessék, lát. Na, nem? Na, azt például próbált ki, az jó. Nem tudják elfogadni? Közvetett bizonyíték? De akkor nem alkúthatunk? Akkor helyszínbírság 4000? Mert hogy azért zsebbe van. Másfél? Zsebbe, nem, zsebbe túl sokan vannak. Szerintem ez már nem működik. Nem működik? Nem, túl sokan vannak. Most is volt két ilyen. Hát akkor mindenkinek egyszer. Ilyen biztonsági örkülsejük, gumibotos, hogyha kék, ancukos ilyen ember. Gumibotos? Aha, volt gumibotos. Közterületesek vagy ki? Aha. Igen, ott vannak. Így van. Merne egy ilyen kezet emelni valakire? Nem, nem volt semmifajta gomb. Annyit mondom csak, hogy elnézést, akkor lefújtak gázzal összevetek. De, de nem. És belöktek az alagútba. Egyébként nagyon udvarias volt, egy nagyon kultúrált, nagyon kedves lány volt az, aki megbüntetett. Tényleg, nagyon szimpatikus volt, nagyon aranyos volt. Nem éreztem rajta kompromisszumkészséget, úgyhogy nem is nagyon próbálkoztam. Olyan szépen végigmondta az egészet. Aha. Szerintem még ez el is hitte. Tehát, hogy hihető volt, hogy előadtam a történetet, hogy zavartalan nézegettem. Mondtam neki, hogy a nagyobbik baj az, hogy tényleg nem tudom, hogy hol van, és ha elvesztettem, akkor megint vehetek egy havi bérletet, csak azért még többen vagyunk benne. 2000, meg az a 10 fölött kicsi. Már nem 2000. Azért mondom. Vagy tudsz utólag venni? Tehát ha ma megbüntetnek engem fél. Ráadásul ugye nem. Nem, hát azt nem tudod. Ráadásul nem. Hát az egy jó rendszer. Mert ugye ez a legutóbbi változtatás, hogy már nincsen ilyen, hogy akkor most veszek egyet, és akkor megúsztam. Na mindegy. Na mindegy. Aztán megpróbálom majd odaérni akkor. Jó, van, hogy állunk játékkal? 2-1-re visznek a hallgató. Már megint? Nagy a baj, gyerekek. A múlt héten elbuktuk a hetet. Hát tegnap ki játszott? Nem emlékszem. Az én ezekre már sosem emlékszem. Hétfőn én nyertem, aztán kedden... Kedden volt a túrorud is nagyon fura játék, és tegnap volt, amikor a 10 másodpercen kimondtam. A hallgatóknak, igen. Igen. Igen, és azt mondtad, hogy a héten te még bitang leszel, csak említem. Ezt mondtad így a játék végén, hogy ezt most elengedted, de a héten még bitang tudsz lenni. Na, meglátjuk. Fél hét múlt pontosan. 5 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 6 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Megnézzük gyorsan, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Na, nem rajta nevetünk. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, morning show. Hello. Jó reggelt. Hello. Gina, vagy Gina, vagy? Gina. Gina Donatella vagyok, csak nem szoktam végigkérni a nevem. Akkor. Ez a teljes nevet, hogy Gina Donatella? Manfredi Gina Donatella. Olasz. Apu? Anyu? Apu. Uh-huh. Így van. És az milyen, hogy az ember nevéből egy diszkó drog lesz, vagy egy ilyen party drog? Hát igazából, mit mondjak, hát végülis élvezeteket okozhatok én is, csak másképp, mint mondjuk a drog. Érdekes, uh-huh. Inkább kellemetlen. Vagy nyilván a párod sokszor megkapta már, hogy milyen karikás a szemed, tegnap begyináztál. Igen. Hát igen. Gina, kivel szeretné játszani? Úgy gondoltam, hogy most választhatok ti, hogy ki szeretne velem játszani. Ó, de kis de jó, játékos jaj. Vagy. Fej. Szerintem a Feri akar veled. Megmondja miért? Mert a Feri az italomán közülünk.
Ő szereti az olaszokat. A Pedivel találkoztam már, lehet, hogy ő nem emlékszik rám. Dehogy nem, Jimmy. Dehogy nem. Hogy nem. Már egy nekem integetett, hogy kérdezzek rá mindenki. Volt egy Csonka fesztivál, és nekem van két fiam, aki gyakorlatilag le nem akart róla szállni két évvel ezelőtt. Á, hogy nem emlékeznél. Persze, a biztonsági örökkel vitettük el őket. Hogy kiabált a két gyerek? Apa, apa. Apa, miért nem foglalkozol velünk? Apa, miért nem látunk többet? Apa, gyere néha hozzánk. Na, mi legyen? Na. Döntsél, Gina. Én igazából úgy gondoltam, hogy akit a Balázs akarsz. Revansot talán nem akarna venni, de mi hogyha szeretne, akkor nem játszunk ja. még. Figyelj, akit szeretnél, lehet a Feri, lehet a Jani, aki tényleg te mondd meg, mi nem akarunk dönteni, mindhárman szívesen játsz, akit mondasz, döntsd el, a Feri, Jani, Bali, a Feri, a Jani, igen, szívesen játszunk, mondd el, Feri, a Jani, tehát aki tényleg, már mondta. Mit mondtál, nem hallottam. Legyen a Bali. Ah, mennyire mondtam a Ferit meg a Janit pedig. Tényleg, ezt a játékosokra bízunk mindig, hogy ők döntsenek, ez rólatok szól, ti választhatok. Jó, akkor leszek én, hát én tegnap meglehetősen már elvéreztem. Na de majd most? Jani? Revans. Na. Rendben. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Kérdezhetek? Annyira túlvezérelt vagy, biztos szeretnék kérdezni. Így van. Na. Azt szeretném megtudni, hogy mi történt tegnap, voltatok horgászni? Horgászni? Képzeld, hogy itt hagytam a villámpecát, de ahogy láttam az időjárást egyelőre, ez még várat magára. Esett az eső. És a Benni tud róla? Miről? Hogy esett az eső? Látta. Hogy menni fogtok? Tudja szerintem. Ahhoz, hogy hétvégén megyünk majd. Addigra mondanak szuper, jó idő. És merre akartok menni? Valamelyik tavat kiválasztjuk, mi amit lesz? Küldtek. Nincs még kiválasztva? Még nincs. Te szoktál járni egy gyerekes programokra? Tessék? Természetesen. Te is szereted a túró Rudit? Szeretem. A Janiét szoktam mindig megenni. Ennek Jani kevésbé wow. ürül egyébként. De én nagyon. Te szereted? Így van. Na, ne! Na jó, lejárt az idő? Ettél már olyan túró Rudit, amelyik bundás és vaníliasodóval van. Bundás? Körítve? Bundás, így az van. Az egyébként menő. Bundás Rudi? Hát van olyan. Ajánlatos. Én már egy ideig leszoktam mondjuk róla, de... Én csempe vagyok, de... Voltak hosszú évek, az enyémet fel lehet önteni vízzel is. Nem lehet rossz a bundás Rudi, de azért jobb, én jobban hiszek. A... Ez most egy ilyen új divat. Tudod, én ételfutár vagyok, és ez az új ételünk, ami be fog jönni. Így van, és igen. Szerintem az isteni, úgyhogy ha esetleg jártok egy olyan oldalon, ahol találtok ilyet, akkor egész nyugodtan kóstoljátok meg. Klasszik diétás falat. Jól van, Gina, megvan az ajándékcsomag. Ügyes vagy. Nagyon szépen köszönöm. Jól játszottál. Ez megint nem az én hetem lesz. Hát, most már egyik se az. 3-1. Igen, 3-1 gyerekek. Vagy nem annyira, csak egy kicsit. Elment a hetünk? El. Csúnya. Nagyon baj. Nem, most édesgetjük magunkhoz a közönséget. Igen. Most. Nem vagy vigasztaljon a tudat, hogy mentek hétvégén horgászni, és a Benni nagyon fogja élvezni. Uh-huh. Feltéve, ha nem az utcájukban fognak horgászni valahol. Igen. Gina, köszi a játékot. Nagyon szépen köszönöm én. Ügyes vagy. Ciao, hello. Köszönöm. Gratulálunk. Hello. Gyerekek, bocs, hát ez elment, nem tudtam vele mit csinálni. Jó játszott. Jó, egyébként még küzdöttem én is. Na mindegy. Gyerekek, lemondta. Figyeljetek, ahol mondjuk olyan körülmények vannak most az utakon, ahol annyi víz áll, hogy nem tudják felállítani a trafikat, ott a vízi rendészet fog szerintetek majd? Így, mondod. Igen? Motorcsónakkal utána mennek és mellemezelnek. 7 óra van pontosan, jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.
itt a Klassz FM-en. 7 óra 12 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, drága a Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Együtt a jó időben, rossz időben, hol süt a nap, hol esik az eső. Hol süt? Néhány helyen egyébként, igen. Marha sok helyen. Marha sok helyen van napsütés, igen. Itt most valahogy fölén koncentrálódik a rossz idő, de hogy az ország számos területén egyébként egészen fura módon süt a nap. Leginkább egyébként, hogy van? Hogy keletre megy és nyugaton süt, vagy nyugatra megy és keleten süt már? Uh-huh. Igen, azt mondja, hogy a dél-keleti ország rész és az észak-keleti ország rész most kapja egyébként. Úgy kigyorsan szerintem süt a nap. Igen. Hát most mindig. Ja, jó. Tehát ott kezd jó idő lenni, nyugaton még marad a rossz idő, de keletről jön a jó idő, ami ugye hétvégére már megérkezik, úgyhogy néhány helyen már süt a nap, gyerekek. Itt is jó idő lesz ma már, holnap pedig már egészen jó, azt mondják, mármint, hogy Budapesten. Lőrincén is csak a házunk fölött van egy felhő, és abból esik. Mi olyanok vagyunk, lehet, mint a Tom és Jerry, a felhő, ami követ minket, és bárhova megyünk, esik a fejünk fölött az eső. Jó, de jó, hogy játszotok Bieber-t is, írja nekünk egy hallgató. Igen, ez az volt? Az. Ez az. Puskás Peti egyébként. Ő a Puskás Peti. Ő Bieber. Ja. Bieber-t. Ja. Nem tudtátok? Ez az ő zenekara. Tényleg? Igen, ő a Puskás. Azt hittem, ő a Justin Bieber. De jó. Ne. Hogy a Justinnak van testvére. Hol éltek ti? A Holdon? Hát néha, igen. Ez se tudja, miért? Főregek vagytok már ennyire. Bieber, Puskás Peti zenekara, nagyon jó egyébként. De érdekes. Van egy-két jó szám. Majd odafigyelek rá, mert egyik nagyon jó kis énekes, egy csípem srácot. Igen, kifejezetten jó dal. Olyan azt hinnéd, hogy valami külföldi nóta. Nem? Uh-huh. De régi dal már egyébként, tavalyi vagy tavaly előtti, tehát ez nem egy friss dal. De hát... Na, nekünk már tudod, 45 elő, jobb, ezt előbb-utóbb meg kellett tudnotok, hogy a Bieber Puskás Peti. Köszönjük neked. Most ezt is tudjátok. De nagyon szépen köszönjük. M6-oson Pécs felé 83-as kilométernél személyautó felborulva keresztbe, még nincs korlátozás, de szerintem várható. Ezt Ancsa küldte nekünk, Trafipax Mosó-Magyaróváron méghozzá Halászi felülmérőket, vagy a felülieket, vagy az érkezőket mérik. Volt olyat a Szalonnál. Váci út befelé a Tesco-nál állnak a fakabátok, 50-es tábla 50 méteren. Hogy nem, ezt nem folytatom. Jeti küldte nekünk Városkapu trafi, mind a két oldalon, igen. M6-os 87-es kilométer Pécs felé autó az oldalán. Helyszínelnek egy sáv szabad. Olyan ritkán történik valami az M6-oson, leginkább azért, mert alig járnak arra, nem? De most valami történt. Valamiért kerülik. Azt még nem tudjuk, hogy miért. Azt nem tudtam megfejteni én se. M1-es valószínű, nem tudom, mert M-betű van meg egy felkiáltó jel. Csak hogy milyen nehéz kibogozni a közlekedési híreket. 31-es kamion fejjel az áruban Józsi a kamionos. Zalahalából is fotók készülnek. És mi van még? 8-ason Veszprém felé a 42-es kilométernél Soly után a terelésnél egy pénzszállító belehajtott egy parkoló munkagépbe. Fennakadás nincs, üt gombi. Pénzszállító belement a munkagépbe? Vagy a munkagép ment a pénzszállítóba? Hát szerintem igen. Hát, rablásnak vagyunk a szemtanúj. Nem? Elé ugrott a munkagép, és vitték a lóvét. Régen volt idő, amikor rászálltak ezekre a pénzszállítókra. Emlékeztek? Hát lövöldözés is volt. Igen, most úgy valahogy tiszta, megint nem célpont. Hollywood. Megint nem célpont, de hogy úgy volt idő, amikor itt a Szerémi úton, vagy valahol elé ugrottak két AK-val, vagy nem tudom mivel, is rommál lőtték a pénzszállítót, és elvitték a pénzt. Hál' Istenek, ezekből most már ritkábban van. Az ilyen esetben nem is tudom, hogy mikor volt ott, ha jár ilyen fegyveres lövöldözés. Na, mert most már pénzszállítókon belülről megy a dolog, tudod. Igen, ja. Ott a belső bomlaszás. Mi van a sráccal tényleg? Hát. Egy újabb ügy, amiről sose fogunk tudni. Igen. Ugye most első fok másodok talán még nem volt. De már lezárult a nyomozati szakasz, nem? Már... Mindig így lecsengenek ezek a dolgok, ilyen tök egy hirtelen. Semmi átmenet nincsen, gyakorlatilag utána nem tudsz semmiről semmit, miközben előtte meg hetekig erről olvashattál. Reméljük, hogy jól fordult a sorsa. Ha. Hogy? Fogalmam sincs. Hát neki nem tud nagyon jobbra nem. fordulni szegénynek. Nem. Igen. Ő erősen terhelt volt. Ő nagyon szegény. Meg szegény. A szülők, mindig azt mondom. Ugye, hogy azért ott... Főnök a rendőrségtől, viszont... hogy a gyereket kirabolt egy bankot, vagy egy pénzszállítót, szörny. Olyan hiányérzetem a képzeljétek erről a Bieber-ről. Ja. Nem, hát ott majd holnap lesz hiányérzetem, mert 10-25 egyébként az időpont, amikor tegnap megbüntették, és nem fogok tudni pénteken odaérni 10-25-re az Akácfa utcába. Szerintetek miért nem? Mert a BKK-val, vagy BKV-val utazom. De nem is ezt akarom mondani, hogy láttam egy videót, és ugye helytelen módon a Bieber zenekar jutott eszembe, Justin Bieber, összefutott Orlando Bloom-mal egy szórakozó helyen, és nekik volt egy
egy ilyen kis afférjuk, mert hogy a Justin Bieber, ha jól tudom, az Orlando Bloom ex nőjével mozog jelenleg. És valami kis megjegyzést tett, vagy pedig az Orlando Bloom mozog, mindegy, valami nő van egyébként az ügyben, de nem is ez a lényeg, valami hogy hívják, valamilyen kis csajos ilyen affér van, de hogy Justin Bieber megint nem bírt magával, és valami megjegyzést tett az Orlando Bloom felé. Orlando Bloom meg hát volt annyira jó fej, hogy rögtön odalépett, hogy pofán várják. És basszus, belenyúlt egy biztonsági. Hogy miért? Belenyúlt? Mert ezért fizetik. Talán. De van róla videó? Van róla videó, sajnos nem ért el. De hogy ennek a kölyöknek mi baja van? Meg hogy tényleg, hogy miért nála erősebbe kell kezdni, meg hogy egyáltalán nem. Miközben Orlando Bloom se egy fekete Laci, tehát ott a két 40 kilós ember egymásnak feszül. Azért én ráfogadnék, ha lenne egy ilyen meccs, azért én az Orlandóra tennék egy összeget. Jó, meglehetősen androgyn természetű, tehát így nem nagyon tudja az ember elképzelni. De azért Legolász lenyomta volna szerint. De így támadott rá? Igen, rögtön. Szólt a kis törp haverjának, hogy akkor menjenek? De hogy basszus, belenyúlt a biztonságért, úgyhogy nem ért el a kis csírát. Kell kakaskodni kell. Figyelj, megírják az újságok, te is megnézted a videót, még te is, aki nem egy Justin fan, és akkor óvatosan fogalmaztam. Én meg ennyi kell a hírnévhez. Valamivel mindig lehet szerepelni. Egyszer őt nagyon meg fogják ruházni. Mindig akkora testőrökkel jár, hogy erre viszonylag kicsi, és három ilyen hegyomlás megy vele bevásárolni. Hát majd kakilni megy, vagy én nem tudom, megvárják ott. Hányan akarják megölni vajon Justin Bieber? Szerintem rengeteg embert irritálhat. Az ilyen fiatal, nagyon menő, nagyon népszerű popsztárok közül szerintem ő a legirritálóbb személyiség most, jelenleg. Nem is tudnék olyat mondani, aki... De irritál tényleg? Én nagyon szeretem az ő kalandjait. Tehát, hogy így nem csinál semmi rosszat. Azon kívül, hogy bulizik, partizik, beszól. Jól érzi magát, beszólogat, de hogy úgy, nem látom benne azt az igazán komoly bántani van. Hát talán azért, a rockerek persze nyilván meg akarják ölni, de hogy egyébként egy fiatal srác csajozik, bulizik, és élvezi a popsztárok életét. Nyilván ráhajt a polgárpukkasztásra, meg egy irritáló fazon egyébként tényleg. De belőlem nem vált ki olyan ingert, hogy hú, de jó lenne Justin Bieber megverni. Vagy a rockerek akarják megölni, nem? Bezzek, ha a szomszédod lenne. Mondjuk, hogy hát áthívna egy-két partira. Szerintem átmennék egy-két partira, hamar megtalálnám. Átmennék dühöngeni, nem? Kigyérni magad. Nem hívnám rá rendőröket, mint a Tibi, hanem mondom, jó, akkor itt vagyok. És megint, mi ez itt, és miért nincsen a lányok a fürdőruha? Igen, mi ez a szörnyű fertő itt a szomszédomban? Szóval, hát a szomszéd lenne, csak átnéznénk, hogy milyen bulit tart, nem? Hát lehet, hogy legnagyobb haverok lennénk. Körülnéznél. Innál, medence. Ennél jól érezni meg, és a végén vágnak pofán. Amikor már megint megkaptál, amit megkapadsz. Megint nem, majd nem tudom milyen molyepesgőt, és utána szépen hanyat vágnám. Igen, mert te úgy pofon vágnám, vagy téged úgy irítál? Ja, nem, csak úgy szurkoltam az Orlandónak. Többször visszanéztem, hát ha van egy rendezői változat is belőle. Amikor az hogy ezeket helyre járnak bulizni? Tehát nincs elég szórakozó hely, vagy ez tudatos? Tehát vannak ilyen sztárok által látogatott helyek. Szerintem ez inkább úgy van, hogy Londonban is van egy pár hely, persze, ahova így elég nehéz bejutni, mert oda erre a felső 10 000-es, szerintem nyilván Hollywoodban, meg Los Angelesben, vagy Kaliforniában is van egy-két olyan hely, ahova azért úgy nyugodtan mennek ezek az emberek, béke hagyják őket, a saját asztaluk van, és akkor ott úgy szeretnek megjelenni. Kicsit sík is megjelenni, persze. Tehát nem gondolom, hogy valami karaoke klubba volt ez valahol. A 66-os út szélén valami kis... Jani sose fut össze a Kassa Tibivel. De, figyelj. Ennek elég sok oka van egyébként. A haragosaimmal. Igen. Jani utoljára akkor volt szórakozó a helyen, mikor... Nem, tehát, hogy nagyon-nagyon... Amikor elvittük Kassa koncertre. Igen, kb. Az. Elvittük hát, kb. Az. Tehát, hogy a legfontosabb szórakozó helyem az a nappalink. Igen. A nagyszabánk, tehát ott meg viszonylag ritkán futok össze a haragosaimmal, kívül, hogy egy gyerek valami berángott rá. Tehát nem vagy az éjszakában nagyon sűrű megjelenő. Én sem vagyok sokat, de bármikor megyek, nem látlak. Tehát, hogy mozgom a pesti éjszakában, de nem mögötted mozgok. Itt van egy ide, ott itt van. Nem vagyok, hol? Nem, hol? Ott vagy mindig mögötted? Igen, ott vagyok takarásban. Utazol, mint a cápákkal a kis halakot jössz, és akkor ott lelegeled? Hát igen, velem nagyon ritka összefutni ilyen helyeken. De egyébként azon csodálkozom tényleg, hogy a Justinnak nem adta le senki a drótot, hogy Orlando is ott. Vagy egyébként simán el tudom képzelni azt is, hogy azért ment oda. De mi az mert a fér lényege? Egy közös csaj, aki most a Justinnal van, igen. És dobta az Orlandót? Hát akkor az Orlando persze, hogy zabos. Hát most érted, megjelenik az exed,
a jelenlegivel, hát akkor azt az exnek kicsit nehéz elviselni. Ráadásul a jelenleg még egy kicsit be is szúr valami félmondatot, tudod? Ennyire nem merültem meg így ebben a bulvár témában, tehát csak maga az affér volt az, ami. Hát ilyen volt egyébként, most nem is olyan régen, ugye a Majka meg a Dobmen között volt egy ilyen kis... Miért a Dobmen járt a Dundikával? Nem, hogy ilyen csajos történet volt, hanem azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor a Majka ment el egy olyan szórakozó helyre, ami ráadásul a Dobmen valamelyik haverjának a szórakozó helye volt, és hát kiszúrta Majka, hogy ott vannak ugye a Dobmenék, és ők nem akartak semmiféle affért ebből az egész történetből, de hogy Majka egy kicsit többet ivott, mint evett állítólag, és akkor... Sose iszik. Soha az életben. Soha? Hát a sok bubis víz megzavarta, és akkor ő elkezdett ott. De ilyen, hány ilyen van, ez azért hír, mert a Majka meg a Biebers van benne, érted? Ennyi. Már nem együtt, hanem a két hír. Hát hány ilyen kakaskodást ismersz, aki a falusi diszkóban nálunk is az volt, mikor dobtad a csajt, vagy ő dobott téged, és megjelent az új csávóval, akkor azt ki kellett hívni valamire. Na. És akkor mi volt? Liba terelés? Vagy igen, az. Vagy disznóherélés foggal. Gyerek, ki kint várnak a traktorra. Gyere, igen. Vagy, mi volt? Gyorsulási verseny. Gyere. Traktor dodgem, vagy mi volt? Hordoborogatás? Vagy? Hallod, beboronálok. Első párbaj feladat, tereld a libát időre. Csak de először versenyt. A-ból B-be tereld át a libát. Inni először. Azon túl volt frissen fett kecskete, vagy nem boros kóla, de olyan, hogy a kóla drágább volt, mint a bor benne. Azt megittuk, és akkor utána jött a libaterelés, a malacherelés foggal, majd a traktorverseny. És aki győzött, azért volt a lány. A csaj. Sok ilyen diszkó verekedés van, persze. De ott nálatok nem ilyen úriemberesen intézték a dolgokat, nem? Nem fair play díjra hajtok, le akartam ütni. Ezért, amikor kilépett a kocsa, jó, de picit máshogy, igen. Másképp intézhetik a dolgokat. Hát most is volt, tegnap vagy tegnap előtt volt egy ilyen hír, hogy az exét látta az új barátjával valami, idézőben úriember az utca mellett, az gyorsan gondolta, és csinált egy jobbost. Azt elütötte a járda. Nem mondta. Az exét vagy az úriembert? Az úriembert. Ez annyira piti nekem valahogy. Igaz? Ez nagyon. Még ha okod is van rá, vagy az exed úgy lépett le, hogy mondjuk megcsalt vele, akkor se tudod, tehát a harmadikon bosszút állni, az számomra mindig a legpitjánerebb megoldás. De a nők részéről ugyanúgy, tehát a nő, ha a nőt írtja, mert az exe már valaki újjal van, tehát az számomra totálisan értetetlen. Tehát mit tehet a harmadik arról? Nyilván tehet. Nem? És elütötte a pali a palit? Igen, tehet róla, mert jobb fej volt, mert jobban szereti a nőt, mert figyelmesebb nála, tehát így tehet róla. Esetleg félt. És ráhúzta a kormányt, és elütötte. Ráhúzta a kormányt, és elütötte a csávot. És nem sajnálta az egy-kettes ladát. Szerencsétlen. Ja, igen. Igen, még jó, hogy nem pénzszállító autóval. Mi lett a palival, szegény? Könnyebb sérülésekkel megúszta a dolgot. Azért ez milyen, amikor rájössz, hogy olyan nővel vagy együtt, akinek az exe ki akar nyírni? Nem? Az elé. Tehát a nő is leértékelődik picit egyébként, nem? Hogy te tényleg vele jártál? Igen, tehát van egy nő, aki te elvileg kezdesz megismerni, kezdesz megszeretni, de rájössz, hogy elmebeteg az exe, agyon akar verni, meg akar ölni, akkor az egésztől menekülsz, nem? Tehát valahogy a nő is abban a pillanatban, de vagy fölveszed a kesztyűt és harcolsz a csajért, vagy azt mondod, hogy neked az egészen nincs szükséged, hagyjuk inkább. Azért hátulról elütnek egy barkasszal. Azért az nyomós érve arra, hogy átgondolt, igen, hogy kell neked ez az egész, mert hogy a csajt a nyakadba veszed, az egy dolog, de hogy az exét is a nyakadba veszed ezzel, nem biztos, hogy ezt te meg akarod tenni. De ugyanez, amikor a nő veri meg a jelenlegit. Én azt sértem, az exek találkoznak. Jó hajtépés van. Még a csajbunyót én bírom. Ugye? Na, én azt bírom. Én mindig szájtátva nézem a diszkóval. És elkezded beszedni a pénzt. Kifogod a vörösre? Egy mohító a vörösre, ha lekerül. Ebből a csajbúja annyira szórakoztató. Itt rettenetesen vicces, ahogy verekednek. De a cicabunyó vagy a rendes? Hát nem, amikor két nő tényleg egymásnak feszül. Na, de abból is az mindig úgy történik, hogy az egyik belekapaszkodik a másik ajába, és az egyiket nem engedi el. A csaj len van. A másik nyomja, és aki lent van, az a táskájában. Mindig a táskájában. Tehát a csajbunyónak mindig van egy forgatókönyv. Meg minden játszik, igen, nem? Aki lent van, az pedig valahogy a táskájával próbálja elkaszálni, azt a képen húzza a haját, és hát ott minden van. Tehát a szemkinyomás, a hajtépés, és a csajok valahogy közben észrevették, hogy... A Lafleur special edition okos telefonjával a fejét. És a csajok
verbál bunyót nyomnak. Tehát a csajok úgy verekednek, én nagyon sok női bunyót láttam különböző pesti szórakozóhelyeken. Hogy kipattantak, értjük. Nem, csak úgy álltunk ott a srácok a bárpultnál, és csajbunyó van. És ők mindig verbálisan is ráerősítenek. Tehát ha már komoly pali bunyó van, ott már nincs, ott már egymásnak feszül, hogy pik-pik valaki lerendez valakit. Amikor valaki készülőre köszön a többieknek. Tomás, Márk, gyertek, csajbunyó! Nézzétek, csajbunyó van. Az mindig szórakoztató, vagy szórakoztatóbb egy fokkal, és a csajok verbálba nyomják. Te! Igen, sok a kás és sok az RS betű. Nagyon sok P betű, nagyon sok RS betű. Illetve szó. Szóval így van, és ők egy ilyen verbál ráerősítést tesznek. Tehát sikítanak, hanganyagot tesznek hozzá, szídják egymást, imádom. A csajbunyó nagyon jó. És mindig úgy van vége, hogy jaj, beszakadt a körm. Aha. És valahogy a csajbunyót nem szedik szét. Tehát a szórakozó kérdő... Talán pont ezért. tehát azt valahogy mindenki ilyen döbbenettel nézi, hogy ezt most nem hiszem el. Ez nagyon komoly. Sőt, hirtelen felemelik az árakat. 1500. De hát 1200 szokott lenni, de bunyolznak benne a csajok. Igen, három csaj. Igen. Hát, én olyat is látom, hogy három csaj összeverekedett. Az milyen? És először azt hittem, hogy együtt kettőt. Ott van egy és kettő ment egyre. Ott van egy lesi puskás, mindig az a gáz. Igen, csak amikor a kettő ment egyre, és a kettőből az egyik a másik ellen fordult, hirtelen összezavarodott a kép, most ki van kivel? Mi a sztori? Próbáld kitálni a sztorit, hogy oké, de ott mi van? Mert már három csajver, ott mi egy palira mentek mind a hárman? Beugrott neki valami régi élmény. És ezért átállt a másik oldalra. Ez meg a Józsiért, nem Józsi. És picit olyan mély. Ez meg az Ábelért. Hogy mindjárt jönnek, ne ábelezzél itt, rohadék. Ezt meg a Noelért kapod, és elkezdenek verekedni. És akkor a végén, hogy felállnak, így akkor milyen méltatlanul néznek ki. Tehát jaj, nagyon, smink elkenődve, haj igen, ruha letépve. És mindig, itt elszakadva, ott összekoszolódva. Mindig úgy megy ez egyik, hogy a magas sarkúja már a kezében, igen. És botorkál. És valamelyik nagyon-nagyon részeg, de látod a szemén, hogy azt se tudja, hogy hol van. Mondjuk a magas sarkú, ez a hosszú, fém sarkú. És na, azzal üti a másikat. Azzal már lehet lékelni. Mit akarnak ilyenkor az exek? Én azt nem értem. Miért? Miért? Tehát, hogyha velem nincs, mással se legyen? Vagy ha... De például, aki elüti. Tehát így áll bosszút. Nyilván nem fog a csaj visszamenni hozzá, hogy drágám, elütötted, de édes vagy. Hát akkor mégis lehet, hogy azt mondod, hogy de szeretsz, átmentél rajta egy barkasszal, de ha édes vagy, hát akkor visszamenjek hozzád. Tehát mi a cél? Azt érezted, hogy gyorsabb. Tehát, hogy az olyan lassú lenne, hogy most parkolóhelyet keresni, behúzni a kéziféket, megnézem, hogy be van-e zárva az autó, addigra elsétálnak. Így gyorsabb volt. Biztosan odaért. De hogy ha ez enyém, se másé? Se legyen akkor? Vagy akkor már minden mindegy, akkor álljunk bosszút? Mert nem az exedet ütöd el, tehát az nem jó mondat, hogy ha nem az enyém, akkor más is. Hát de hogy, ha nem az új embert. De nem, hát ő a palit ütött el, az új csávót. Hát hogy a pali ne kapassa meg a csajodat. Tehát a paliba keszel azért tákárt, hogy 8 napon túl se tudjon a csajoddal foglalkozni. Mert az exedet nem bántott, hiszen mégis szerette. Az ilyen azt szerintem bántja az exét is. Tehát az ilyen az csak azért nem tudta elütni az exét, mert az ex elugrott. Nem? Tehát valószínűleg az volt. Tehát az esetek, irányosan mész a palira? Az esetek nagy részében szerintem pont ez a harmadik az, aki a legkevésbé bűnös abban, hogy szétmentetek. Mindig a harmadik a legkevésbé bűnös szerintem. Szerencsétlen ott áll, és ahogy mondod, hirtelen ott terem egy barkasz. Sose, nem tudok olyan életszituációt mondani, lehet, hogy ti tudtok, amikor a harmadik a hibás. Hát van, amikor így elszereti, vagy pedig így de nem tudja elszeretni. Senkit nem lehet elszeretni, aki nem akar. Hát azt tudod elszeretni, akinek van egy lék a kapcsolatán, és úgy dönt, hogy beengedi a harmadikat, nem? Úgy lehet szerintem a harmadik hibás, hogy tudja, hogy kapcsolatban vagy, és ráhajt. És így zavar be. Tehát, hogy így azért lehet bűnös a harmadik ember. De tudja, hogy te kapcsolatban vagy, tudja a lány, hogy van egy feleséged, van gyereked, van család életed, egyébként rendben is van minden. Ennek ellenére ráthajt, és ennek ellenére megtesz mindent azért, hogy megszerezzen, és így robbantja szét a kapcsolat. Na, így azért lehet haragudni rá. Hát ez a megtesz mindent, addig tud valaki megtenni mindent, amíg a kapcsolatban lévő fél azt engedi. Tehát én azt mondom, hogy figyelj, nem, és ne hívjál, és nem, nekem felesége van, és szeretem, és tőled nem akarok semmit, akkor utána már én nem tudom, hogy még mit tud tenni. Tehát figyelj, a harmadik tesz egy lehetőséget. Zsül nagyon bólogat. Mit? Akarsz mesélni? Gyere, Zsül, nagyon bólogat. Friss az élmény, vagy ez egy régebbi? Nagyon régi. Nagyon régi. Anna, nem hallottad, miről, hallgattad, miről beszéltünk? Nem, kíváncsi neki női oldalra is egyébként. Tehát, hogy szerintem minden kapcsolatban, mindig ezt mondom, hogy ott van az a pont, ahol a kapcsolatban lévő ember dönt arról, hogy jöhet-e a harmadik. Uh-huh. Tehát az a hibás, aki abban a pillanatban úgy dönt, hogy beengedem. Aki be akar menni, hát hány pali hajt rá egy nőre egy szórakozó helyen, ő nem, nincs mindenkinek rajta, hogy feleségem van, férjem van. Ott a pali, ott van egy csaj a bárpultán, iszunk valamit, ígyunk valamit, telefonszámcsere, stb. Aztán a nő az adott pillanatban eldöntheti, hogy a palinak van-e további érkezése, vagy hazamegy a férjehez, és ezt a dolgot lezárja, vagy meg se adja a számod. Nagyon sok
feleséges, férjes emberre hajtanak rá a szórakozóhelyen. Tehát ezt nem tudhatja a harmadik, aki jön, hogy ő éppen foglalt vagy nem. Szerintem aki benne van, az dönti, hogy ő most jöhet-e vagy nem. Mindig van egy pont, ahol te még tudsz arról dönteni, hogy engeded-e érzelmileg belefolyni saját magad, belelépsz-e az adott kapcsolatba, és hagyod-e a flörtöt, és elindítod, és tudod, hogy lehet, hogy bele fogsz zúgni, vagy azt mondod, hogy nem, ennek nem is engedek teret. Lehet, hogy jó lenne, tetszik, hiszen, de most még lezárom, mert nincs érzelmi kötődés. Én ezért nem értem soha, verjük agyon a harmadikat. Nyilván egy pillanatnyi lelki kielégülés után, meg emberi primitívségből persze, jó megverem, olyan vizért. Nem, meg jó sit akartam mondani. Érted, szereted azt, akivel vagy, ha ilyen a kapcsolat, vagy ha már ex, akkor is van oda érzelmi kötődés. Tehát nem őt akarod bántani, hanem Ábelt. Mert hogy őt, mert tehát őt nyilván, nyilván van vagy... ebben egy olyan, hogy könnyebb a harmadikat hibáztatni, persze. Nyilván az egy egyszerűbb lelki folyamat, azt mondja, persze, hát őt eltról meg kikezdett a feleségemmel, könnyebb, mint beismerni, hogy az én feleségemet elhanyagoltam, és valószínűleg ezért így kezdett a harmadikkal. Én azt mondod, hogy akkor az inkább hibás, aki benne van a kapcsolatban, és nyitott a kezdeményezésre, tehát nyitott arra, hogy valaki elkezd bele flörtölni, hát, tehát akkor a kapcsolatban lévő az a hibás. Hát akkor őt kellett volna akkor ezek szerint elúgni. Látod? Látod, hova lyukadunk ki? Hogy igen, milyen szép megfejtés. Hát persze. Hát egy nő meg egy férfi között van egy szövetség. Az a maga a kapcsolat. Most az házasság, nem házasság, ez mégiscsak egy szövetség. Amelyik fél beengedi, akkor inkább az a hibás, bár nyilván a beengedésnek lehetnek olyan okai is, hogy a pasi elhanyagolja, hogy érzelmileg nem foglalkozik vele, hogy nem mond róla szépeket, hogy nem szeretgeti. Tehát lehet a pali is hibás, hogy a nő félrelép, de minden esetre arról a két emberről szól az a félrelépés, és nem a harmadikról szerintem. Meg a nők érzelmi alapon lépnek félre. Szerelemből csak? Nem azt mondom, hogy szerelem, a nő, a pali félrelép akkor is, ha csak van egy szex. Jött egy szex, hülye voltam, be voltam rúgva szex. A nők szerintem, tisztelt a kivételnek, hát vannak azért könnyebb vérű lánykák. Igen. Igen. Vannak ilyenek is. Állítólag. Állítólag, de hogy a nő szerintem akkor kezd el kifelé tekintgetni, ha érzelmileg nem kap meg valamit. Tehát a nők inkább érzelmet keresnek a félrelépésben. Vagy ott Bendri, a bosszú. Tessék? Ott a bosszú. Vagy persze nyilván van egyfajta, igen. Már van az előző. Annak bosszú, már van egy előzménye. Igen, a nemes bosszú. Ha visszacsalom, akkor egy-egy. ezek olyan szép dolgok. Megcsat, visszacsalom. És akkor jó. Ezt is sokan csinálják. De akkor a pasi elhanyagolja érzelmileg a nőt, igen. És a máshol keres. És a nő meg valószínűleg keres egy érzelmi támaszt, és ezért elkezd kitekintgetni. Ugye ott végül is a pali hanyagolt el, tehát a pali hibásabb, mint a nő, de még mindig nem a harmadik a leginkább hibás. És akkor jön egy hapsi, köszönöm, hajtsd ide a fejedére. Igen, aztán jön a barkasz a hátadba. Így van. De akkor azt mondod, hogy a harmadikat ne bántsuk. Tehát, hogy ez nem annyira tudom, hogy én értem, hogy van egy kielégülés, hogy a legkevésbé hibás ebben a dologban? Hát fogalmazzuk meg, hogy miért hibás. Van egy jó nő, egy szórakozó ember, ott van, ő ráhajt. Aha. Tehát, a csaj engedi. Ha nyomul és belezavar a kapcsolatba, és pofátlan, és már lerázták, és még mindig jön, akkor nyilván hibás. Annak elég kellene lenni, hogy azt mondja a csaj, ne haragudj, de férjem van, ne haragudj, de barátom van. Hát ez elég tiszta beszéd szerintem egy palinál. Tehát aki ezek után nyomul, az már tud hibás lenni. Ne arra úgy, férjem van. Itt vagyok a ház előtt, de nem érted, hogy itt ben vagyok a lakáson. Nem érted, hogy férjem van, takarodj. Nem bebújtam az ágyadban, nem szeretkező, érted? Már le is zajoztam. Itt vagyok egy töröm közben, takarodjál el innen. Nem érted, hogy van két gyerekem, már és van egy férjem. Már az előjáték is megold. Na, ott a harmadik a hibás. Igen, tehát ő egy pszichopata. Igen. Persze nyilván nem lehet átesni, vannak kivételkor, a pali mindent megad, aztán a nő egyszer csak leszerelmesedik és elmegy. Tehát, hogy azért ilyenek is vannak, nem lehet általánosítani, de ez a harmadik megveréssel számomra mindig egy rejtély. Szegény, szép, az itt nem képzeld, sétálsz ott a bazilika előtt. Igen. Ránézel az órádra. Ki volt ez? Az exem, és fekszel a földön, tudod. Nyalsz még itt a csoki pisztáciából, aztán hasba talál egy barkasz. Igen. Na jó, biztos hallgatóinknak is van tapasztalata, már látom, hogy jönnek az SMS-ek. Úgyhogy szerintetek kiérdemli meg jobban a barkasszal büntetést? És milyen barkasz, a platós vagy dobozos kérdezi valamit? Igen, azt valószínűleg senki. 5:06 mindjárt jövünk az SMS-ekkel. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred. A hazai rádiózás egyetlen reggeli műsora, amelyben bármi megtörténhet. A legnagyobb sztárok, érdekes témák, garantált szórakozás. Na jó, nem. Műsor. 3:48 lesz egy perc múlva. Garantált szórakozás, céllövölde. Igen. Ringőspél, orsli, virsli. Pergődob. Sergő, Feri. Igen. Sergőnek hívják. Horgászat, gyerek horgászat. Igen. Nyit az óriás kerék.
Na, az exekről beszélgettünk valamit arról, ugye, hogy egy férfi ráhúzta a barkaszát, illetve pontosabban nem a barkaszát, már mi jutottunk el odáig, hogy barkasz. Egyébként tök jó, be is épült. Most már beépült, hogy Markasz, hogy kell-e a harmadikat bántani, mi van akkor, ha az ember valami olyan, vagy valaki olyan palival, vagy nővel jöjjön össze, ahol az ex ezt nem nagyon tudja tolerálni, és mindenkit körülötte leginkább az újdonsült barátot, barátnőt akarja agyonverni. Mert hogy azért a nők is tudnak alkotni. És arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy hibás-e a harmadik. Egyáltalán mit lehet csinálni? Valaki írja, ez egy nagyon jó hasonlat, hogy ez valószínűleg az állatvilágból jön, hogy a nőt a tulajdonának tekinti, bármit tesz vele, mindig az övé marad. Tehát, hogy azért akarod lenyomni a másik férfit, mert hogy azt gondolod, hogy a nő a te tulajdonod. Ez egy jó meglátás, ez Kati írta egyébként, hogy ez egy ilyen ösztönöktől vezérelt, ilyen az enyém, majd a két férfi megmérkőzik egymással. De ha már nem a tiéd, ha mondjuk nem jártok, hát ez az, akkor is azt érzi? Hát valószínű, igen. De érdekes a dolog. Nagyon sok SMS jött egyébként. Munkatársammal, aki nő, miután párszor elmentünk inni, nem volt köztünk semmi, pár napra rá fenyegetőző levelek a férjétől a Facebookon, azt mondta neki a munkatársnőm, hogy lefeküdtem vele. Pár napra megtalált, és pár napra rá megtalált, és bevert egyet, eltört több helyen az órom, feljelentettem. Na jó, itt a nő az, aki kavar, tehát ha elmegy inni... Most elmentek férj, kollégával, most 10 után mi átmennénk ide a izébe, szögletbe, vagy hogy hívják a és kocsmát. Akkor, és várjál, nem értem. És hoznánk, nem értem azon, hogy tehát hogy ti ketten elmenjetek inni, és másnap a Wikibe verne neked egyet. Igen, az fura például lenne. Az, de hogy mondjuk hát meg is érdemelni. Holnap elviszük az Annát is, érted? Aha. Iszunk egy felest az Annával, az Anna hazamegy. És jön a Péter, és megver mindhármat. És hozzánk vág egy csatornafedő. A nő mondta a Paliának, hogy ők lefeküdtek, vagy a Pali hazudta azt azért, hogy beverhessen a másik Palinak. Nem, valami kolléga mondta állítólag. Kolléga Mószerolt. Igen, kolléga Mószerolt. Igen, hát a munkatársammal, aki nő, pár napra rá azt mondta neki a munkatársam, hogy lefeküdtem vele. Most kérdés, hogy a nő mószerolta be a Palit, vagy a Pali találta ki, hogy beverhessen. Ilyenkor egyébként, hogy ne legyen ilyen orcsontörés például a dologból. Szerintetek az járható út, hogy nem én, hanem az illető felhívja a férjet, és azt mondják, hogy figyelj öreg, hidd már el, semmi nem történt. Nem tudom, kitől van az információ. Próbáljuk meg ezt normálisan megbeszélni egymással. Nem akarok bekavarni nektek. Tiszteletben tartom a család életeteket. Semmiről nem volt szó. Elmentünk ebédidőbe, és ittunk egy nem tudom mit. Egy fröccsöt. De semmit nem akarok a férjéről. Tehát, hogy így érdemes elébe menni a dolgoknak? Mert itt az a baj, hogy itt ugye semmit nem tudott a férjéről, az egész sztoriról. Egyszerűen elhitte, sőt valószínűleg egyébként el is akarta hinni, mert valószínűleg egy ilyen kicsit ilyen feszültebb, frusztráltabb, erőszakosabb illetőről lehetett szó. Kicsit el akarta hinni, vagy volt valami előzménye korábbról a dolognak. Hogy akkor csörögjél rá, és akkor beszélj vele? Nem hiszem. Férfi a férfival? Nem hiszem. Hogy ne ez... legyen belőle balsebb. Akkor te menekülsz, akkor persze most hazudsz. Akkor azért igen? Csörögsz, mert valamit rejtegetne, tudod, előre menekülsz. Én nem hiszem, hogy ez jó megoldás, igen. A barátom exe rátelepedett az anyósomra. Ezt figyeld, ez jó sztori. A barátom exe, mert hogy van? Tehát a barátom exe, igen, egy igen. Csaj rátelepedett az anyósomra, és ketten együttes erővel próbáltak szétszedni minket. A kedvencem az volt, amikor karácsonyra meghívták a barátomat nélkülem, és a volt barátnő ott ült az ünnepi asztalnál meglepett. Ugye, amikor az ex és a barátodnak az anyja összefog azért, hogy ugye ők még kibékülhessenek. Ja, az milyen szép. Boldog karácsony. Nézd ki, van az asztalnál, és az anyád odahívja az exedet. Kedves mama, lehet, hogy csak jót akar, de igen. Hogy igen, miért de hogy a fia kavar bele? Igen. Már, kivel jár. Szerintem csak az az ember foglalt, akin fekszenek. Itt nagy vadász. Ő egy nagy vadász. Ez egy szép ideológia. Gyerekek. Ezzel nem lehet vitatkozni. Nem fekszik rajtad senki, szabad vagy. Ennyi. Irány. Ez is egy ideológia, így ha is lehet. Még. Az olyan nő, aki megműveli. Balázs, jól látod a dolgokat, én próbáltam annyi mindent, hogy a férjem újra szeressen. Fogytam, fiatalodtam, azt hittem, ha szebb leszek, kedvesebb, akkor többet törődik velem, de nem. Tudod, egy nőnek szüksége van arra, hogy szeressék, sőt, figyelmeztettem is sokszor, hogyha nem kellek neki, akkor lelépek, szerintem ő ezt nem hitte el. Na, hát itt van ez igen, az érzelmi alapú félrelépés a nőknél. Az esetek nagy többségében, nyilván nem mindig. Pedig itt tényleg mindent megtette a hölgy azért, hogy megtartsa a férjét, nagyon korrekt volt. Meg egyébként én picit azt érzem ilyenkor, akkor meg sem érdemli ezt a nőt, ez a férfi. Tehát, hogy egy olyan nő, aki mindent megtesz azért, hogy a kedvébe járjon a férfinak, ahogy írja. Hát ő hízott, fogyott, akármi, de mondta neki, de hát tisztázta vele, hogy ha így se jó, vagy valami problémája van, akkor inkább menjenek szét. Aha. Csak a csoda, hogy megcsalta?
Nem. Mikor azért érthető nyilván, ha a nő jelzi, és azt nem kapja meg, akkor érthető a félrelépés. Azt mivel magyarázzátok, amikor az új, idézőjelesen nyertes, nyírja az exet? Nálunk ez ment évekig, én voltam az ex. Na, az is egy érdekes felállás. Hát valószínűleg ott apu azért néha először, hogy ja, Istenem, a tavaly előtt, amikor még a Krisztivel voltam, akkor azért zavar, nem? Hogy apu veszi elő, micsoda? Már én most nem tudtál követni, én arra gondoltam, hogy a Pali van egy csajjal, és a Pali nyírja az előző Igen, Lalit. Én mondjuk Igen. Na, kivel fele. Van most? Én azt hiszem. Na, kivel van most a... Ja, vagy Judit ütött eszem, bocs. Na, akkor... Donatella! A kis Donatella! Új, de jó! A sima Donatella! Nem jó a Donatella, mert abból megint ügyünk lesz. Nem jó a Donatella, mondjál Évát. Franciska. Mondjál Franciskát. Szegény Sada. Na mindegy, szóval, hogy érted, hogy... Én szerintem, ha jelenlegi... Na ki volt neki kevés, és ki jó neki, na, és akkor sétálgatnak a ház előtt, meg küldözget ilyen közös ilyen kis szelfiket, meg miket? Nem, hát gondolom az van, igen, hogy a haragos az exre, és próbálja még mindenhol ellehetetleníteni. Mondjuk ez is egyfajta lelki szegénység, tudod. Inkább ez szerintem egy nagyon masszív önértékelés. Tehát ha jelenleginek mindig baja van az exel, és mindig az exhez hasonlítja önmagát, meg a te párkapcsolatodat, meg téged, meg saját magát, az mindig az esetek nagy többségében szerintem önértékelés. Tehát ha a jelenlegi még az exel rivalizál, és még mindig ott tart, hogy mert az ex-pasid meg vele ide ment, és még mindig én magamat hozzámérem, aki már nincs, aki már kilépett, nincs, az aztán azzal a legnehezebb mit kezdeni. Mert az meg aztán már csak önértékelés. Nagyon tiszta ügy, hogyha belegondol az ember, mert azt mondja, hogy fél. Nem, most kivel vagyok? Vele vagy veled? Veled, ugye? Na, hát akkor ki a jobb? Te vagy. Igen, egy labilis önértékelésnek ez kevés sokszor. Igen, lehozhatod a csillagokat. Ha ő magában nem tudja ezt a dolgot helyre tenni, akkor neki nem is tudsz nagyon bizonyítani. Itt mindig az van, főleg ha egy nő mondjuk szapulja az exeket, meg állandóan felhozza, állandóan hozzáhasonlít, állandóan az van, hogy merj így, mer az előző, mer őt oda vitted, mer engem, mer ez történt. Igen. Ott mindig az van, hogy az egy labilis önértékelés szerintem. Pedig kihez mész haza? Nem az exekhez, hozzám. Igen, csak az ilyenkor általában kevés. De azért az kemény, igen. Én nem tudnék egy nőért sem verekedni, ha megnyerte, hagyd vigye egy barkaszos. Engem az ex-csajom új pasija akart elintézni, holott másfél évvel a szakításunk után jöttek össze. Az okot máig nem tudom, írja Tamás. Az milyen durva? Miért? Szakítasz egy nővel, másfél évig nincs senki, összen egy parival, és másfél évvel távolabbról. Egyáltalán másfél évvel ezelőtt. Jöjjön Tamás, adjon meg egy másfél. Akkor tudom, hogy az általánosban kavartál a csajommal. Ki a csajom? Igen. Szép történetek vannak. Hát nem egyszerű. A párkapcsolat azért nagy meló. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Valaki csak annyit ír. Szia ex, itt egy kex. Boom. Adja úr is meg. Egy keksz. Szia ex, itt egy keksz, igen, de szép. Halló, jó reggelt, Péter, hello. Hello, sziasztok, jó reggelt. Hello, Péter, honnan hívsz minket? Budapestről, már munkában, otthon? Éppen munkában tartok, csak félreálltam az úton. Olyan kis kimért a hangod, barkaszos vagy? Nem is vezettem barkasz szerencsére. Mondj valami. De utánad már jött barkasz? Skodás vagyok, Jani. Skodás, nagyon jó. Utánad nem jön barkasz? Nem akar valaki? Átgázolni rajtad? Remélem, hogy nem. Belenéztem vissza a pillanatóba, de nincs mögöttem senki szerencsére. Nem egyszerű ez az exes párkapcsolatos téma, nem? Hát én is belecsöppentem egy ilyenbe, úgyhogy... Tényleg? Mi volt? Hát nekem egy kicsit bonyolultabb volt, mert volt egy volt férj is, meg egy ex-barát is egyszerre. És mindenki rád volt, Pipa? Igen. De várjál, volt férj, volt barátuk, ők ketten szövetkeztek ellened, vagy hogy? Nem, csak egy munkahelyen dolgoztunk, de ők is utálták egymást, az volt a poénben. De legfőképpen engem. Tehát a nő három palival jött össze a munkahelyéről? Hát az volt egy volt férj, ugye már indult a válási procedúra, közben a válási procedúra alatt összeismerkedett egy munkatársunkkal, és de ott is megromlott a kapcsolat, és akkor jöttem én. És te még együtt vagy ezzel a lánya? Igen, a feleségem. Na. Jó, szerintünk jó döntés volt. Hát ugye elég erőteljesen meg kellett küzdeni, mert volt tetlegesség, a volt férj leöntötte sehova az autómat. Hát már a volt férj után már volt egy volt barát is. Miért nem a volt barátot nyírta? Tehát azzal hogy... már nem járt. Ja, hogy azzal már nem járt. Aha. Össze kellett volna hoznom a kettőjüket, és akkor lerendezték volna, hát egyszerűbb lett volna. És leöntötték sehova a kocsidat? Igen. Te jó Isten. És az ex-barát mit csinál?
Hát ő csak fenyegetőzött igazándiból, mivel hogy egy munkája módon féltett az állását. Figyelj, valamit nagyon tud ez a csaj, hogy mindenki igen, így nagyon rendben lett a feleséget, gratulálunk hozzá, egy ismeretlenül ismer. Ne vidd ki az utcára. Nehogy lecsapják, félcsend. Nehogy lecsapják a kezedről. Egy kulcs legyen, az is csak nálad. Igen, és most mióta vagytok együtt? 6 éve. 6 éve. Hát az kemény. És meddig zaklatott még az ex-férj? Hát, mivel hogy van közös gyerekük, ezért a mai napig tartják a kapcsolatot. Az egy nehéz pont, nehéz, igen. Uh-huh. Néha megjelenik nálatok, jön? Persze, két hetente jelenik. Csak ott te adod ki a gyereked? Isten ments, én nem beszélek vele. Aha, fú, az egy nehéz élethelyzet, igen. Tehát volt, hogy találkoztunk, hello, ennyi, de nem igazán kommunikálva. Feleségemre rábízom ezt a dolgot. Hello, és mindig elnéztél a válla fölött az ajtóba, hogy egybe van-e még a kocsid, nem? Jó, még egybe van, igen. Akkor visszamentél a nappaliba. Hú, hát ez nem egy egyszerű élethelyzet. Jó van, Péter, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi, Berú néni, figyelj! Állnak az esőben? Aha. Há, hol állnának? És hát persze, máshol nem is tudnak. Nyaralni jöttek a Balaton partra. Igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Még egyszer lehet. Persze, be fog ugrani. Figyelj, rövid részlet lesz csak, figyelj. Tudom. Imádom. Zseni. Oké, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Ura. Morningsos bögre, nyakbalkasztó, egéralátét, minden, nem vettünk ki semmit. Öröm, boldogság. Örülünk. Péter, vigyázz magadra. Ott megpróbálok. Főleg az autómra. Igen. Köszi, játszott. Ciao. Hello. Köszi, hello. Hát, a fényezőknek is kell élniük valamit, nem? Miért barkasz? Zsuk szóba se jöhet, kérdezni. De hát, igen. Az van, akkor az. Igen, ne bántsuk a barkaszosokat. Én már rég megmondtam, be kell tiltani a barkaszt, mert veszélyes. Igen, és Anita pedig írta, hogy szálljunk le az ábelekről. Igen. Kit zavar az új barátnő? Anyukám mindig azt mondta, az elhasznált játékot adjam a rászorulók. Ez szép. Milyen jó gondolat. Egy persze pontosan 8 óra. Gyerekek, visszajött a mi Gáborunk. Hoppáska. Életmód táborból, kipihenve, kivirulva, feltöltődve. Mr. Puliszka. Szétszámháborúzta magát. Még ott a nyomat. Fitten fiatalosan, reméljük hozzunk is nekünk valamilyen reggelit. Jaj, hozott bizony, de jó. Ó, nézd, már itt valami drága Gáborunk. Gyerekek, már most mondom előre, hogy készüljön az, aki szereti a kenyeret. Szeret nagyon beleharapni egy jó fehér kenyérben. Szereti a kalácsot, adja a gyereknek. Nem is tudom ez eddig, hogy maradt ki, de egy igen széles merítés lesz ma, mert hogy... Hát megnézzük, hogy mit teszik az ember, ha rossz minőségű kenyeret eszik. Uh-huh. Nem túl jót, csak mondom. Úgyhogy... Figyeljenek a Balázs rajongók is. A Balázs az a... Balázs... Emlékszünk erre, ugye, a klasszikus és fantasztikus minőségű péksüteményre. Igen, kenyér, zsömle, kalács, mireli termékek, gyorsfagyasztott pékáru, ezekről beszélgetünk, hogy ezek milyenek. És valójában Gáborral folytatjuk a hírek után. Morning Show. Na, így is itt tudunk érkezni, nincs ez. 4:09 lesz, pontosan 2 perc múlva. YouTube! Gyerekek, egy jó YouTube, így félig esős, félig borongós, félig napsütötte kicsi országunkban jó ez. Egyébként nincs ezzel baj, csak nekem már nem hallom azt az open air szignált, én már be se tudok indulni. Nekem. Nem, most már semmiképpen nem. 48-as úton Vámos Pércs belterületén Fejér Szeádból mérnek Debrecen felé. Na, kuci. Mi van már itt a levegőben? Mi folyik itt? Mi folyik itt Gyöngyösön? Ati írta ezt nekünk a 48-as úttal kapcsolatban. Köszönjük szépen. M1-esen a 86-os kilométernél trafi a hídon Győr felé Csikánó üzeni. Aztán nézzük még, hogy mik vannak. Várjatok. Nincs harag, hogy tekerek. Ne, semmi. Ne, teker nyugodtan. Szolnokon a vasútállomásnál sajnos motoros gázolás történt, így autóval nem lehet megközelíteni a pályaudvart. Aki vonatozna, készüljön, hogy idő, amíg odaér.
Trafipax Mosó-Magyaróváron a Halászi felől érkezőket mérik, és Budapest-Vác, Vác-Budapest vonas vasútvonalon 45 perc késés, gyerekek, és persze óriási a tömeg. Á, Istenem, ez... Bizony. Ez sose Pécsi... lesz jobb. Ez sose lesz jobb. A pécsi vonalon is 20-30 perces késés. De most mi? Az eső? A villám? Hát, ősszel a levél, télen a hideg, figyeljetek, tavasszal az olvadó hó, nyáron a meleg, vagy mi? A letört ágak? Na, figyeljetek, a Vác-Szau vasútvonalon egy-egy vonat műszaki hibája miatt, a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon pedig a berendezés hibája miatt. Ja, mindent kispipáltunk. Ez van, most megnéztem a Mápon-tun. Hát mi lehet, berendezés, felső vezeték, vagy maga a vasút hibája? De inkább beázik a vonat, hogy mi történik? Hát... A berendezés, érted? Ja, hogy a berendezés. A berendezés. Igen. Na most már beljebb vagyunk. Na jó. Szegények. Igen, hát kitartás jó, ha valami javulás van, akkor azt azonnal mondjuk tartsatok ki. Gyorsan egy SMS az alkalmazásokkal kapcsolatban, hogy van néhány olyan rádiós műsorok hallgatására való alkalmazás, ahol teljesen érthetetlen okokból nem fut a Morning Show. Ennek nem tudjuk az okát, próbáljuk megtalálni, többen írjátok, az online adás elérhetetlen, illetve hogy Androidon maga a Morning Show applikáció az nem elérhető. Érdemes megpróbálni, mert kiírja, azt se tudjuk, hogy miért, mert beszéltünk a fejlesztővel, hogy mivel mi nem fejlesztjük az applikációt, így az nem használható. Ha azon tovább ugratok, rámentek az élőadásra, és kivártok egy kicsit, akkor működik. Aha. Tehát, hogy a Morning Show applikációnak kell működnie, bármit is ír ki, ne hagyjátok magatokat. Menjetek tovább. Elterelni. Menjetek tovább. Kiír egy szöveget, átléped, élőadásra rámész, tudod hallgatni. De ha az sem egy esetleg, bár az egyébként működik, akkor a morningshow.hu vagy a Klasszon, a klasszfm.hu-n ott az élőadás, és akkor egy kicsit bonyolultabb ugyan, de ott szól az élőadás. Tudom, hogy van néhány olyan alkalmazás, ami arra jó, hogy különböző rádiós műsorok között az ember válogasson, felvegye, visszahallgassa, tehát ezek egyébként barom jó alkalmazások. Ezek nagy többségében valamiért nem fut a mi adásunk. Ezt még egyelőre a mi IT-seink, szoftvereseink nem tudták megfejteni. Viszont a legbiztosabb a morningshow.hu, a klasszfm.hu, vagy pedig a Morning Show applikáció, ami megpróbál benneteket elterelni, de nem szabad hagyni. Nem szabad hagyni, annak működnie kell. Legalábbis iPhone-on működik. Most Androidon azt nem tudom, itt több Androidos írta, hogy nem működik. Neked le van töltve a Morning Show appen? Nézd már meg, hogy mit ír ki, ha rám megnézem, ész. Megnézem, és jó, ezt már megnézem, akarom azért mondani. Azért azt mindenképpen jeleznék, hogy még nem tudjuk, hogy ki miatt nem futnak ezek az alkalmazások, de ha megtudjuk, akkor beülünk a barkaszba. És elindulunk. Vége van. Olyanok leszünk, mint a visszajövőbe a terroristák. Vágunk egy lyukat a barkaszon, fölteszünk egy gépágyút, és elindulunk. Na mi van, megtaláltad? Igen, azt mondja, hogy jó, nézzük, élő adás, kérlek szépen. De ki írta az applikáció? Ki hát, igen, hogy ugye a fejlesztés miatt nem. Igen. Nem frankó. Azt mondja, hogy... Nem megy, nem fut. Nem fut. Jó, én azt értik, hogy az élőadás hallgatása adatforgalmat igényel, amit a szolgáltatótól előfizetőtől függően pluszköltségeket jelenthet. Az nem baj, az még jó, a sakacskis opció. Jó, van, vállalom. Kinek néztek? Hát tudják, hogy ki vagy. Bejött egy személyes üzenet, hát ismernek. Na mi van? Mégsem? Nem indul el. Nem indul el. Jó. Oké, tehát az androidosokat akkor még kezeljük, jó? iPhone-on működik. Ott kicsit lassabban kapcsolni. Csak mondom, hogy működik. Androidon is működik, M-Gabi, én elindítom neked egyébként, szerintem működik. Valamit ott elnyomkodtál. Egy pár szó már elindítottam rajta, azért érted, jó, persze. A nagy segberugással elindítom. Mit? Nagyon nagy segberugással elindítom. Tehát attól függ, kinek. Ja, Gábor. Ha már itt van. Ha már itt ül. Csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztott, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz.
Gábor, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! A számháború királya! Úristen! Hello, Gábor! Örülök, hogy újra találkozunk. Mi is örültek? Én úgy kedvelek téged. Mindig azt mondom, amikor itt vagy, hogy kimegyek és megölellek. De aztán erre szeresére nem kerül sor. Igen, ebből inkább egy szakmai beszélgetés szokott lenni. De egy picit fájlalod. Hiányzik az ölelésem? Picit, nem? Én azt gondolom, is, hogy van egy ilyen érzés, hogy oda bújnék hozzá. Kicsit úgy megszorongatnálak, úgy valahogy nem tudom. Mert nagyon tanárbács is. Tessék? De előjön belőle a kis gyermekéjének, a kis általános iskolás. Igen. Én azt gondolom, hogy így is elég közel kerültünk egymáshoz, ugye szakmai munka kapcsán. Igen. Milyen volt, számháború? Milyen volt az életmódtábor? Itt most nem volt számháború, de sok sport volt. Képzeljétek el, hogy szerveződött egy reggeli futócsapat. Ez még reggeli előtt történt. És utána bőséges folyadékfogyasztás, tehát tiszta, friss forrásvíz, utána könnyű reggeli, édes gabona reggeli, tehát kása reggeli, utána előadás, szakmai képzés előadás. Micsoda izgalmat. De ott már néhányan azért elájultak, mert igen, nem, esett a cukra, tudod, is eldőlt. Nem, aktívan hallgattak a hallgatók és jegyzeteltek, ez a nagy sátorban volt. Utána túrára indultunk, és ebédeltünk vagy a túrán szendvicset, tehát nyilván vegetáriánus szendvicset, vagy pedig visszaértünk a táborba és ettünk főtt ételt. Délután sport, mindenki amit akart sportolt, én fotballoztam. A többiek meg tájboxoltam. A többiek meg, ma verjük meg Lajos című játékunkba. Ha kiérte meg a füstölt tofut, találjuk meg a felelős játékot játszottam. És nyugtass meg az este, könnyű, nagy vacsival oda csaptatok. Könnyű zöldség vacsora volt. Na. Azért volt egyszer töltött paprika. A mindenség. Egy kis darádióval. Bezáratom ezt a tábort. A hedonisták. Kihágás. De a fogytál, azt látom. Igen, egy 5 kilót leadtam. Ez mi, milyen köszönhető? Megnyerted a bujócska versenyt? A második előadás után bezártak a többiek. Gábor, gyere, mert 4 napja nem bujócskázunk, gyere ki a bokorból. Igen. Azért egy táborban sokkal több mozgás. Azt én nyertem. Hogy itt vagytok? De ez jó. De fogytál, tehát mindenképpen tényleg több a mozgás, egy kicsit rendszerezettebben élünk, és azt gondolom, hogy ilyenkor a friss levegő sok mindent teszi azt, hogy az ember fogy. És amikor hazatér egy táborból, de ezzel nem csak én vagyok így szerintem, hanem sokan, akik ott voltunk, folytatjuk az ott elkezdett életmódot, és tovább fogyunk, hogyha szükséges. Na, de jó, akkor most elindultál a fogyás útján? Igen, én rendszeresen reggelente futok egy majdnem 8 kilométert, elkezdtem. És ilyen módon... Plusz mínusz 4? Igen, a Hungaroring mellett lakom, és a ring körül egy nagy kör, az 8 kilométer. Hát elég munkás, főleg egyedül. Igen. És megvárod a kockás zászlót? Nincsenek. Nem, viszont nagy különbségek vannak a magasság, tehát magasságkülönbségek vannak, és komoly emelkedők és lejtők vannak. Egyszer szívesen meghívlak benneteket egy Hungaroring körre, egy futásra. Jó, az meg rosszul. És ilyenkor vannak kint lányok a kerítés körül? Nem, nincsenek. Hát egy-egy futó van ott a szőlő körül, de a ring körül alig vannak futók. Inkább ilyen sportkocsik szoktak járkálni ott. Igen. Meg néha rád lő egy-egy ilyen kalapos bácsi. Gyerekek, tegnap láttam talán a Fókuszban a világ legdurvább futóversenye. 200 kilométer. Tegnap előtt. És nekem azon... rohan az idő, ha jó társaságban vagyok tegnap előtt. És csak magaddal voltál. Nem akarj fönn a részleteket. Én apát élveztem, amikor megnéztem. 3 magyar nyerte meg, Gábor, csak mondom a futóversenyre elkapcsolódva. 2-3 ezer szint különbségeket kell lefutni. Néha elbóbiskolnak futás közben, de van, vigyázni kell. Órát is alszanak. Le ne essenek a szakadékba. 3-an úgy összeálltak, és aztán, hogy lefutják. Egyetlen egy csapat se ért be a célba, csak a magyar válogatott. Úgy lettek elsők, hogy senki más nem tudott teljesíteni. 200 kilométer, ami már önmagában, ha kimondod, nem hiszed el, hogy ők nem földön kívülek egyébként. Egyből egy ilyen kisebb szintkülönbséggel indult a futás, felfutottunk 2400-ra, onnan lefutottunk, felfutottunk egy 3000-esre, nem hiszed el. Az és a három Amerikában? Magyar... Nem is tudom, hol van. Nem, szerintem itt valahol Olaszországban futottak talán, vagy nem tudom, Alpok talán, igen. Összeálltak 3 és megnyerték. És akkor mi van, hogy 2 alszik, 1 vezeti addig őket? Nem tudom. Fogd a vállam. Szerintem az első alszik, és a másik 2 fut után, és néha rász, hogy Béla ébredj föl balra. Tehát mindig az első aludhat egy kicsit. 200 kilométert lefutottak. Elképesztő. És azt hiszem, hogy 40 év körüliek voltak, igen. 40 év fölöttiek. Én így néztem, és úristen, micsoda emberi teljesítmény. Hihetetlen emberi teljesítmény. És hát náluk az alvás is azt jelentette, hogy Dezső, alszom egy kicsit, addig vezeste a csapatot. Igen. De fut tovább. És fut tovább. Igen.
Tehát egyben van gyakorlatilag a 200 kilométer. Igen, annak... sétálsz néha egy 100 méter. De ezt Tibetben régen ismerték, ők voltak az úgynevezett ilyen lungmapák, akiket transzban futtattak, vagyis a sámán az transzba ejtette a kis futárt, és lefutott így 100-200 kilométer transzban futott, felakadt szemmel. És régen Tibetben ezt mondták, hogy amikor ilyet láttak az emberek, akkor nem kell megállítani, nem kell kihozni transzból, egyszerűen félreállták, mert tudták, hogy ő egy sámán által transzba ejtett lungmapa, vagyis futó. Uh-huh. Ők a transzban futók, de ezek az emberek nem voltak transzban, ezek csak így lefutották. Oké, transzba lefutni azért az se rossz, nem? 300 kilométeren úgy fölébrednek egy ilyen, fölébresztenek egy pofonnak. Elindultunk már. Lefutsz 300 kilométert transzban. Kerékpáron szoktam látni transzba esett embereket, itt van, amikor jövök haza a késő este, de ott inkább másról van szó szerintem. Na, egy érdekes témát boncolgatunk, bele is vágunk. Ugye feléről, vagy bizonyos részeiről már ennek a témának beszéltünk a húsvét kapcsán, amikor kielemeztünk egy-két kalácsot, de elég nagy a merítés, és elég sok mindenről tudunk beszélni, mert hogy... Hát sok szempontból leginkább szakmailag egyébként megint egyfajta átvágás van, egyfajta fogyasztói félrevezetés, és az embereknek nem árt tudni, hogy mit esznek. Én ezt mindig hangsúlyozom ennél a rovatnál, senki ne ejtse most ki a kezéből a kenyeret és a kalácsot. Nem kell mást fogyasztani, csak tudja az ember, hogyha például jó szándékból a gyereknek kalácsot vesz, vagy gyors fogyasztott kenyeret, vagy bármi mást, akkor alapjában mit tesz le a tányérjára. Mert hogy hát rémdrámákat hallani kenyér-kalács kapcsán, nem? Meg hát aztán kiflizsömle persze. Igen. Ott is vannak nagy átvágások. Melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük a kenyérrel. Kezdjük a kenyérrel. A mindennapi kenyérrel. A helyzet az, hogy egyre rosszabb, ahogy az évek haladnak, egyre rosszabb a kenyér minősége. De persze van egy érdekvédelmi szervezet Magyarországon, illetve több olyan szervezet, főleg a Pék Szövetség legnagyobb, amelyik érdekvédelemmel foglalkozik és védi a pékek érdekeit. Azonban hozzá kell tenni, hogy Magyarországon kétféle péket látok. Az egyik az, aki szeretne jó kenyeret sütni, a másik, aki inkább beadja a derekát és megcsinálja az olcsó kenyeret, mondjuk a különböző multiknak, és ezek lesznek azok az akciós kenyerek, amik óriási mennyiségben fogynak Magyarországon. Lassan már ott tartunk, hogy fehér liszt is alig van benne. Tudjátok, hogy beszéltünk a fehér lisztről, hogy abban szinte alig van kálcium, magnézium, nyomelem, rost, és a vastagbélbetegségek egyik nagy meleg ágya, ugye az a fehér kenyér, a fehér liszt. Most már ott tartunk, hogy a fehér lisztet is adalékolják, tehát még az is alig van benne. Tehát ma már nem minden kenyér nevezhető kenyérnek, ugye korábban a tej kapcsán beszéltünk, hogy nem minden nevezhető tej. És a nagy csapda ott van, hogy különböző hiperek például, ugye? Kiírják, hogy helyben sütött kenyér, ott van az illat, és azt gondolod, hogy valami igazán jó minőségit kapsz. Tisztelet a kivételnek, sokszor, vagy a legtöbb esetben nem ez történik. Ezek Igen. a kenyérhez már csak nyomokban hasonlító valamik, nem? Így van. Ez egy óriási marketing fogás volt, hogy mikor kiderült, hogy a kenyér miből van, vagy miből lehet, akkor elkezdték a helyben sütést, mert ugye a menedzser pontosan tudja, hogy ha kihozunk egy helyben sütött pékárót, ráadásul az illatot is érezni helyben, akár az édes pékáró a kenyér illatát, akkor a fogyasztó sokkal szívesebben vásárol. Ez egy jó üzleti fogás volt, csak azt nem mondják el, hogy az a kenyér, amit helyben sütnek, az milyen lisztkeverékből készül. Hogy a fogyasztó úgy gondolja, úgy vélelmezi, hogy ez biztos, hogyha helyben sütött, akkor sokkal kevesebb adalékanyagot tartalmaz, de nem kizárt, hogy ez is lisztkeverékből van, csak ott van helyben a sütőde, és ott készítik, ezért bizalmat ébresztenek, de nehogy engedjük magunkat megtéveszteni. A lisztkeverék az már azt jelenti, hogy nyomokban tartalmaz már csak lisztet, tehát a lisztet is hígítják, a liszthez is hozzáadnak különböző adalékanyagot? Így van. Olyan anyagok léteznek ma már, amikről szinte fogalmunk sincs, pedig én az élelmiszeriparban végeztem, de az elmúlt 10 évben, hogy elvégeztem az egyetemet, újabb és újabb e-számok, adalékok jelentek meg. Különböző lisztfehérítők, gázelosztók, olyan módosított keményítők, amelyek a bélszerkezetet változtatják, olyan sikérjavítók, olyan tápsók. Ennek mi az oka, hogy gyorsan elkészüljön? Tehát az, hogy keresztés nincs, az már egy dolog. Ugye tisztelet a kivételnek, nyilván azért vannak pékségek. De hogy gyors legyen, gyorsan elkészüljön, hozzáöntik por, megkeverik be a sütőbe, kész van 20 perc alatt. Ez a lényeg a gyors kenyér. Az élesztő is most már lassan kereszt, ugye már nincsen kovász effektív, az nagyon hosszú technológia, viszont rendkívül ízletes kenyér lenne belőle, hanem kovászt utánzó aromák vannak, tehát kovász aromák vannak. Korábban beszéltünk egy kicsit viccesen a kemence aromáról, mert a kemence
illatát is bizonyos anyagok, kémiai anyagok váltják ki. Tehát olyan házi jellegű kenyeret lehet kapni, amelyeket, hogyha kóstolod, akkor olyan érzésed van, mint hogyha vidéken kemencében sült volna, de ezeket aromákkal érik el. Az élesztőhöz pedig olyan tápsókat, vitaminokat, egyebeket adnak, hogy sokkal gyorsabban dolgozzon. Így készülnek azok a gyors kenyerek, ahol egészen más a kenyer állaga, mint a régi kenyeré. Ugye emlékeztek, hogy leírások vannak arról, hogy a régi kenyér hogyan készült. Elkezdték a kemencét ugye fölfűteni, azzal kezdődött. Tehát hosszú procedúra volt, és régen nem ilyen kis kenyerek voltak, hanem nagy veknik voltak. Igen. És egy hét múlva is tök jó volt, letakartad egy konyharuhába, és abszolút jó volt. Annak íze zamatabb volt, szóval az nem penészedett, ott pedig nem volt benne tartósítószer. Itt a kezemben van egy kalács, ebben kályószorbát, benzoát, rokonosabb. Igen, tehát elképesztő tartósítószerek vannak. Most itt ezt tele van adalékanyaggal, nem úgy van, hogy az élelmiszeripari törvény, vagy azok, akik értenek hozzá, mert 2-3 adalékanyag nem már nagyon visítanak, hogy ne add a gyereknek? Hát itt 8-10-12 hozzáadott anyagról beszélünk. Az hogy engedhet? Igen. Én úgy gondolom, hogy van ezzel problémánk bőven. Sok a visszaélés a kenyerek területén. Egy gyorsan fogyó termékről van szó, és van olyan cég, ami ma van, és holnap nincs. A kenyér egy jó üzletté vált, és az a baj, hogy a gyors kenyerek gyártó pékségek lefelőzik a hasznot, és azok a pékségek, amelyek egészségesebb és jobb kenyeret gyártanák, azok nem tudnak fönnmaradni a piacon, ugye ezért van az érdekvédelem. Tehát gyakorlatilag a kereskedelmi szempontok határozzák meg ezt a gyártás technológiát, tehát ezért. Igen, de szakmailag küzdünk a gyors kenyér ellen. Tény, hogy az adalékkal dúsított kenyér jobban eladható, frissebbnek látszik, lassabban öregszik. Tehát van egy csomó megoldás arra, hogy hogyan lehet a kenyeret frissen tartani, életben tartani, mesterségesen lélegeztetni, kvázi képiesen szólva. Az igazi jó kenyér azért az nem mindig egyenletes bélzetű, azt elvágod, és vannak nagyobb és kisebb lyukacsok benne. De az adalékolt kenyér egyenletes bélzetű, azt elvágod, és jónak tűnik, tehát jónak láthatja magát. Mit szól egy gyerek bélrendszer ehhez például? Úgy, aki vagy azért, mert nincs ideje, vagy azért, mert olcsó, vagy azért, mert úgyis ott van, megvesz más, megvesz például egy ilyen sokszor rossz minőségi hiperes kenyeret is szerte kivételnek. Ez egy ragacsos csiriz lesz a szervezetben, alapvetően adalékanyaggal dúsítva, a bél szenved és sóhajtozik, egyszerűen nem bírja emészteni, csodálkoznak, hogy a gyerekek magatartási problémákkal küzdködnek. Ugye a bélrendszernek borzasztó fontos, hogy rosszos legyen a kenyér. Egy ember Magyarországon majdnem 30 deka kenyeret fogyaszt el. Most gondoljátok meg, hogy ez évente hány kiló kenyér egy embernek, és mennyi hiányt szenved. Hogy mondjam, ezek a kenyerek nem tartalmaznak mérgeket, tehát azonnali halált nem okozó termékek, mégis azt mondjuk, hogy hiányosak. Nincs meg bennük az a rost tartalom, az a vas. Ugye a teljes őrlésű lisztben vas van, kálcium van. Olyan nyomelemek vannak, amire szükségünk van. Nincs benne a búzacsíra. Ugye a búzacsíra az egyik legtáplálóbb élelmiszer. Régen, hogyha egy gyermek nem fejlődött jól, akkor búzacsírát adtak neki. És egyszerűen ezek hiányoznak, az E és A vitamin ott van a búzacsírában, és egyszerűen nem értem, hogy meddig engedjük ezt meg, hogy a gyerekek ilyen kalácsokat kapnak, és egy felnőtt, egy anyuka, egy apuka bemegy egy olyan üzletben, ahol ilyen termékeket kapni, és veszik ezeket a kenyereket, óriási mennyiségben fogy. Hát én látom a pénztárnál, hogy szinte minden kosárban, hát ez egy minden kocsiban van. Hogy nyilván, hogyha bemegy az ember közébe vásárolni, akkor ezt megveszi. Igen. Mindjárt adunk alternatívákat is, csak előtte vannak azok a hálózatok, akik mélyhűtve, vagy sok olyan hálózat van, ahol mélyhűtve viszik el a kenyeret. Biztos itt is van olyan, aki jó minőséget csinál, de hogy mélyhűtve érkezik meg az adott helyre, az eladási pontra, a mélyhűtőből kiveszik, be a sütőbe gyorsan, ott is megkapod a frissen sült kenyér illúzióját, de ott is hasonló a rossz a helyzet? Igen, ez a másik probléma, hogy a készre sütés helyben történik, de fagyasztott tészta érkezik meg. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyik ilyen tészta tele van adalékkal, de jó tudni, hogy ahhoz, hogy egy tészta fagyasztható legyen és készre süthető legyen, azért jócskán kell beletenni öregedésgátlókat és olyan emulgátorokat, adalékokat, amik lehetővé teszik, hogy a készre sütéskor a termék ne legyen öreg. Ugye, mert amikor lefagyasztom a terméket és készre sütöm, akkor a terméket gyorsított öregedési folyamaton megy keresztül, de ezt nem szabad a fogyasztónak látni, hanem frissnek kell látni a terméket, ezért öregedésgátló adalékokat tesznek bele, lecitint. Nem mindegyik káros, a lecitin az ugye például nem káros, de vannak olyan antioxidánsok, butilhidroxianizol, butilhidroxitolul, tehát olyan anyagok, igen, amelyek okozhatnak allergiát. Úgy mondjuk, hogy előre nem várható reakciókat egy gyerek szervezetében főleg. Jó, csak hogy mindig legyen alternatíva azon szülők kedvéért, akik most nem legyintenek, és azt mondják, jó, akkor mit tegyek, akkor persze majd vedd meg te, hanem mondjuk azt gondolják, hogy oké, ilyen típusú fehér kenyér nem, mégis még van egy-két gyerek a családban, mondjuk talán meg is vehet.
tehetik maguknak, hogy mi az, ami jó. Itt például rámutattál egy olyan kenyérre, amire le van szórva a szezámmaggal, talán azt hiszem. Hogy igen, az se a magvas kenyerek megjelentek, azonban ez is reklámfogás, hogy a kenyérben nincs szezámmag, a kenyér tetején van. Igen. Igen, és az egész szezámmag, hát erről szerintem az orvosok tudnának többet mondani, az egész szezámmag az fúródik, az befúródik a bélfalba, tehát nem ehetünk egész szezámmagot, semmi értelme, nem szívódik föl, sőt, kár tehet. Irritábilis problémákat okozhat, tehát sokat szenvednek ettől az emberek, hogy egész lenmagot, egész szezámmagot fogyasztanak, ugye ezt nem lehet megrágni, mert olyan kis méretű, hogy a fogak között elmegy és lenyeljük, és ezek okozhatnak vékonybél, vastagbél betegségeket, pedig ezeket meg kéne darálni. Megpirítjuk a szezámmagot, megdaráljuk kávédarálóval, beletesszük a kenyér tésztájába, és innentől a kálcium, foszfor, magnézium felszívódik. De egyéb olajos magvakkal nincsen gond, tök maggal, napra azokat forgó el maggal, tudjuk rágni. Azért hozzáteszem, hogy akinek gyomorbél bántalmai vannak, ugye a szakember rögtön mondja, hogy vigyázzon a diófélékkel, alaposan meg kell rágni, tehát újra meg kell szokjuk a rágást. Ugye a fehér kenyér nem tanít minket rágásra, ez a kalács, amit itt látunk, ez sem tanít minket rágásra. Ha valaki megtanul újra rágni, már pedig meg kell tanulnunk, akkor eheti újra. De ha valaki úgy rágja meg a tökmagot is, mint ahogy általában a fehér kenyeret szoktuk, vagy a zsömlét, akkor komoly bélbetegségei lehetnek, ezért nem a dióféle a hibás, hanem ami szokásaink. Mit ajánlasz? Most csak kenyér téma van, aztán majd a hírek után még a kalácsot megnézzük. Készítettem is nektek, meg is kóstoltatok, azt hiszem, házilag sütjük a kenyeret, hogyha üzletben vásároljuk, legyen benne rozsliszt. Tehát teljes kiöldésű? Legyen benne valamilyen rozsliszt, lehet fehér rozsliszt is, mert a fehér rozsliszt is fekete színű, tehát rostos. Legyen benne teljes őrlésű liszt, illetve mondanám, hogy korpa, csak azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert a korpás kenyér önmagában nem biztos, hogy segít, mert nagy korpa darabok vannak benne, ami megint irritálhat. De akkor mondjuk teljes kiörlésű, az jó. Teljes kiörlésű kenyér, graham kenyér, rozs kenyér, onnan ismerjük meg, hogy egy picit repedezett. Hogyha a kenyér túlságosan lágy, könnyen benyomható, mindig gyanús. Az igazi jó kenyér az nehéz, nem túl nagy térfogatú, egy kicsit repedezett, tehát megmondom őszintén, hogy azt a kenyeret keresem, ami nem olyan szép. Aha. És akkor azt mondod, hogy mondjuk egy ilyen 15-20 ezer forintos befektetés megér, mondjuk egy kenyérsütőgép. Mert hát hogy ezeket már ilyen áron is meg lehet vásárolni. Is kapsz, igen, főleg leértékeléskor. Használjuk ezeket a kenyérsütőgépeket, tehát nem kell mindig otthon a sütőben sütni. Ez a tegnapi nap nekem egy erős 10 percet vett igénybe, hogy nektek egy kenyeret összeraktam. Minden elő volt készítve a kis fiókomban, úgyhogy kaptatok egy jó kis kendermagos erőkenyeret. Jó, hát ennek a receptjét fel tudjuk tenni a Facebookra. Igen, elhoztam. Ezt többen kérik. Jó, mindjárt folytatjuk, hoztál egy kalácsot, megnézzük az összetevőket. Egyébként ugye egy sima, egyszerűen hiperes kalács, az ember szeretetből megveszi a gyerekének, ad egy ilyen kalácsot, és aztán csak érdemes elolvasni az összetevőket, hát hosszabb, mint az egri csillagok. De nem nagyon romlik meg az a fantázi neve, hogy most és mindörökké. Igen. 8:30 volt pontosan 7 perccel, jövünk mindjárt a folytatással a hírek után. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. A legfrissebbek a Klassz FM-en. Sokat esett az eső, de délután kisüt a nap. Bronzérmesek a magyarok Eindhovenben. Visszavonul Howard Webb, Hunyabákos vagyok. Az ország és a nagyvilág hírei. Első kézből. Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. A MÁV informálja, hogy a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon egy hibás vonat miatt 40-50 percet késnek a vonatok. A Budapest-Dombovár-Pécs vonalon a berendezés hibája miatt 20-30 perces késéssel kell számolni. Útinfójára ma is számítunk, ha már a dugóban ül, balesetet látott, vagy észrevette a kamerát a rendőrautóban, írja meg SMS-ben a 0670-645-0000-as számra. Két bronzérmet is szereztek a magyarok az Eindhoveni paraúszó Európa-bajnokság tegnapi verseny napján. A 100 méteres férfi gyors döntőjébe Sors Tamás, Tóth Tamás és Meilinger Csaba jutottak be. Közülük Sors Tamás érte el a legjobb eredményt, a harmadik helyet szerezte meg. A nők között az 50 méteres pillangóban bizonyított Kézdi Réka, ő a hajrában Engelhardt Katalin előtt ért célba, ott is a bronzéremért folyt a küzdelem. Két szedben tudott győzni Fucsovics Máton a második helyen, kiemelt kínai Wuti ellen az Egyesült Államok beli Aptosban zajló kemény pályás Challenger torna második fordulójában. A Sport 24 azt írja, a 158. helyen álló magyar teniszező a második legelőkelőbb helyen rangsorolt kínai ellen léphetett pályára.
A 6-0-ás első játszmát követően 6-3-mal nyerte a másodikat. Fucsovics a negyeddöntőben amerikai, majd japán ellenfelet kaphat. 25 év után visszavonul a világ egyik legismertebb futballjáték vezetője. Howard Webb a jövőben a Profi Bírók Szövetkezetében dolgozik majd. Webb világbajnokságokon összesen 6-szor, Európa-bajnokságon pedig 5-ször dirigált. A görögöknél folytatja Pintér Ádám. Az orosz Tom Tomsktól érkező 26 éves focista 2 éves szerződést írt alá a Levadia Kosszal. A 17-szeres válogatott játékos 2010-ben igazolt a spanyol Real Zaragozához, majd 3 év után folytatta az orosz klubnál. Magyar siker a BL-ben. A Salzburg 2-0-ra legyőzte hazai pályán az Azeri Karabachot, így 3-2-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája selejtezőinek rájátszásába. A magyar Gulácsi Péterrel a kapujában felálló csapat már az első félidőben beállította a végeredményt. Csak nem 2 millió forint bírságot kapott 6 csapat az MLS-től. A Dunaújváros és a Videóton 500 000 forintot fizethet be, de a testület az Újpestet, a Nyíregyházát, a Ferencvárost és a Diósgyőrt is több 100 000 forintra bírságolta. Egyre többet süthet a nap, de kellenek még az esernyők. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint ma is bárhol beborulhat az ég, az intenzív zivatarokból pedig hamar rengeteg eső eshet. Most úgy tűnik szombatra térhet vissza a nyár, akkor már több órás napsütésben bízhatunk majd egy-egy záporral. Napközben addig 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok. A Klassz FM sporthíreit Hunyad Ákostól hallották. Reklám. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A világmárkák féláron. Angex. Augusztus 4-től 20-tól 50%-os elképesztő akcióval várunk. Angex. Az őszi árukészlet már az üzletekben. Fizes beiskolázási utalvánnyal. Angex. Szerezd be most a legjobb cuccokat pár száz forintért. www.angex.hu. A szolgáltatóknak versenyezniük kell ügyfeleikért. Ön melyiket választaná? 50 zálogfiókra kiterjedő kutatás alapján a piacon elérhető legmagasabb zálogkölcsönt a BÁV zálog adja. A Trend International Kft. 2014 márciusában 5 g-os színaranytömbök 90 napos elzálogosításával végzett felmérése alapján. THM 21,56%-tól 41,28%-ig. A kölcsönt a BÁV zálog ZRT nyújtja. www.bavzalog.hu. Kihagyhatatlan extra ajánlat az Euronix-ban! Figyelem! Csak péntektől vasárnapig! Hűtőszekrények most 15% kedvezménnyel. Részletek és további hűtőajánlatok az üzletekben és az euronix.hu oldalon. Euronix. Minőség olcsón szakértőktől. Lassan vége a nyárnak. A Hervízben óriási akciókkal várnak. Iskolakezdési akció a Hervízben. Augusztus 6-a és 31-e között a Nike Circuit Trainer szabadidőcipő 14.999 forint helyett csak 9.999 forint. Az akció más kedvezménnyel nem múlható össze, és a készlet erejéig érvényes. Servisz! Mozdulj meg! Isteni ez a görög dinnye! Ebben a nagy melegben nincs is jobb a mézédes hideg gyümölcsnél. Milyen kár, hogy már csak egy szelet maradt. Nyomás gyorsan az Osamba, hogy feltöltsük friss görög dinnyével a hűtőt. Jöjjön ön is áruházainkba, hisz augusztus 8-a és 10-e között a magyar származású görög dinnye kilója csak 78 forint. Igen, jól hallotta. Péntektől vasárnapig az Osamban a magyar görög dinnye kilója csak 78 forint. Osan. Reklámot hallottak. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva csütörtök van. Hát elmetes övezetben ugye Gáborral beszélgettünk, kenyerek, kalácsok, átvágások kenyér témában, kalács témában. Jött egy két kérdés, honnan lehet tudni, hogy mi van a kenyérben, ha csak egy apró címke van rajta? Az is belesütve. Tehát belesütve, úgyhogy sehogy ne tud leolvasni. Van egyébként. Tényleg? Hogyha a kenyér nem tartós termék, tehát nincsen tasakba, zacskóba téve, akkor nem kötelező az összetételt írni rá. Ez is nonsens, nem? Mivel egy natúr egyszerű termékről van szó, igen. Hát natúr egyszerű termék lenne, ha úgy készülne, ami hagyományos, de ez már egy 35 adalékanyaggal, hát az már nem natúr és természetes. Így van, így van. Én bízom benne, hogy arra fogunk elmozdulni, hogy egyre inkább a fogyasztó többet fog tudni a kenyérről. Honnan tudom, hogy a pékemnél mit kaphatok? Gondolom, hiába kérdezem tőle. Jogos, nem? Igen. Azt hiszem, hogy a szögfejére ütöttünk.
Ez a gond a kenyérrel, hogy információt nem adnak róla, hát ugye ezek gyártási titkok, a terméken nincs rajta, csak egy kis címke van, hogy mikor jár le, vagy mikor készítették, és melyik üzem készítette. Nincs sok információnk, úgyhogy nehéz kérdés. Három kilós paraszt kenyér kapható az egyik pékségben, most itt írják a pékségnek a nevét, de ezt nem mondom. Három nap múlva is puha és finom, az jó minőségű, vagy valami adalék miatt olyan az is, kérdezi G. Valószínűleg öregedésgátló anyagok vannak benne, esetleg propionsav. Ha nem savanyú az íze, akkor nincsen benne túl sok tartósítószer. Enyhén savanykás, tehát megsavanyítják a kenyeret, hogy jól, jobban elálljon. A paraszt kenyér név jól hangzik, de ne gondoljuk, hogy ez az a paraszt kenyér, ami pedig volt. Sötétebbnek kell lenni, hogy lisztfehérítőt adnak hozzá, mert a fehér lisztől, ha hiszitek, hanem szürke kenyér lesz. Nem lesz vakítóan fehér a kenyér. Ezt a fehér liszthez adni kell lisztfehérítő anyagokat, hogy az igazából vakítóan fehér kenyér legyen. Ó, de szép. Szeretett kenyeret szoktam menni, azt mondják a boltban, hogy tartósítószer nincs benne. Van a papíján E330, E3, E262, ez a kenyér nem rossz, kérdezi valaki. Meg fogom nézni az elszámokat, ugye az E330 az a citromsav, meg van savanyítva, az meg önmagában is egy tartósítási technológia. Ez a kenyér gyanús. Gyanús? Igen? Ez így, ahogy van gyanús. Na, van nekem elszámhatározom. Egyébként, ha E300, akkor az C-vitamin. Tehát ha valaki egy bioterméken lát E300-ot, akkor ne jegyen meg, C-vitamin abszolút védi a terméket, de az E330, az citromsav. Megmondom neked, mi az E262, itt van nálam. Van egy applikáció. Nátrium diacetát, tartósítószer, savszabályzó, ízesítő, nátrium hidrogén acetát. Egyszer savnak a nátrium sója, megsavanyítják, savfogot növelnek, a lényeg az, hogy savanyítják a kenyeret. Egy teljesen legális tartósítási módszer, még mindig jobb, mint a szorbinsav vagy a benzoesav, ez van. Az egyik legnagyobb magyar pékség vezetője vagyok, szívesen meghívlak benneteket Kiskunfélegyházára, a hagyományt ötvözzük a modern technológiával. Ez jó, köszönjük szépen. A meghívás. Na, az ember kezébe vesz egy hiperes kalácsot, hát azt gondolom, hogy a legtöbb esetben nyilván tisztelet a kivételnek, mert azok is persze mindig vannak. Büntetés letenni a gyerek asztalára, mert hogy leginkább ugye a gyerekek esznek ilyet. Mazsolás kalács, ez van rajta. Jól hangzik, nejlomba becsomagolva. Hát egy 4 kilométer hosszú összetevő listával, hogy mi van benne. Rengeteg elbetű. Nem is tudom, mit lehet ebből kiszedni. Mi van ezekkel a kalácsokkal? Hát ez majdnem egy szintetikum tulajdonképpen, ez egy teljesen gyors készítésű kalács. Azzal kezdődik, hogy ugye megfehérítik a lisztet, majd bekeverik. Ugye élesztő plusz tápsok, élesztő szaporodását segítő különböző tápsok, majd jönnek az antioxidánsok, illetve a, hát az ilyen emulgálósók, aztán jön a margarin, ugye a kalácshoz, tehát a hidrogénezett növényi zsír. A jobb helyeken már kókuszolajat, illetve pálmavajat használnak, és ezután jönnek a különböző egyéb elszámok, a gázelosztók, jön a térfogatnövelő, és gondolkodom még, mert nincs előttem a címke, tudsz valamit nekem? Hát a tartósítószer van benne, ugye aroma, ott csak annyi, hogy aroma. Benzoesav, szorbénsav, jön a kovászaroma. Lisztjavítószer. Így van, azok a tápsok. Dextróz, vagy dextróz, igen. Hidrogénezett növényi olaj. Hát, milyen káliumszorbát. Valószínűleg egy karamell is kerül bele, egy kis vanília kerül bele, különböző ízesítők tartósítják. Igen. Igen, és egy ilyen nájlomba beteszik. Szóval, hogy hát ez így olyan dráma, ami a kezedben van. Lehet, hogy megégett nájlonon keresztül. Igen. De ez gyereknek ne nagyon, nem? Igen, de hát ez abszolút messze van már az eredetitől. Gyereknek semmiképpen sem, azt mondom. De még őszintén szólva azt mondom, hogy emberi szervezet esetében ez óvatosan kezelendő. Tehát ez veszélyes hulladéknak számít, azt mondom, ez a kalács itt, ami mellettünk van. Purpur kenyér? Tudnom kéne pontosan, hogy mi az, segítsetek. Hogy ez speciális lisztből van. Ugye, hallottam már rólam, de meg nem mondom fejbe, utána fogok nézni, jó? Segítsetek majd. De valaki egyébként ezen nő fel, és majd 20 év múlva vissza fogjuk sírni azokat a régi dolgokat. E22-es kalács, 22 elbetű volt, emlékszel, de jó lenne, ha lehetne még kapni. Mit okozhattak egyébként ezek a kenyerek? Ugye a bélt, azt mondta, de allergia. Allergiát válthatnak ki, és a kenyér adalékanyagainak igazából nincs annyira veszélyes hatása, mint mondjuk egy édesítőszernek, egy szintetikus színezéknek. Tehát ezeknél akkora baj nincs. A koktél hatásra számítunk, tehát háromnál több elszámnál belép a koktél hatás, egymásra hatnak a vegyületek.
Most egy része ezeknek elbomlik sütéskor, ugye a térfogatnövelő egy része ugye a széndioxiddal alakul, tehát nem mondom azt, hogy ezek egyértelműen mondjuk idegrendszerre káros anyagok, de zavaró. Zavaró az, hogy a technológia átalakult az elszámok irányába, és ha megnézitek, itt megint egy dolog a cél, a gyors készítés, a gyors értékesítés és a pénz. Tehát megint ebbe az ördögi spirálba kerülünk be. Zsömle kifli, hasonló gondolom, nem? Igen, hasonló. És, én nem tudom, egy nap alatt megkeményedik, egy nap után lehetetlen, ilyen belülről ilyen kis szivacsos testű, alig van tartalma, pereg a teteje. A héja, tehát, igen, esik le. Esik ja. le a héja. Igen, mert semmiféle beltartalom, tehát ez szörnyű. Nagyon sok széndioxidot préselnek bele, illetve annyit termel ezek a felfújt zsömlékben, és nem mindig bírja el a sikérváz. Ugye hiszen alig van benne sikér, inkább adalékok vannak, és nem mindig bírja el a sikérváz, illetve egy-két nap után már összeomlik a rendszer, vagy megszárad. A gyors száradás lényege, hogy a sikérváz, ugye, ha megszárad, akkor megtartja a terméket, tehát különböző keményítőket lehet hozzáadni, hogy az tartós, tehát hogy ez a statikai hatás ez megmaradjon. Egyébként az érdekesség az, hogy Magyarországon sokkal több pékség van, tudomásom szerint, mint amennyinek lennie kellene, és nagy a verseny közöttük. És ez a verseny hozza létre azt, hogy meg nem engedett eszközök vannak, vagy hát ilyen kvázi legális kenyerek kerülnek forgalomba. Meggyőződésem, hogyha a szakhatóság bevizsgál egy ilyen kalácsot, akkor talál benne valamit, de egyszerűen nincs rá mindig apparátus, tehát minden kenyér, minden kalács mellé nem lehet ellenőrizni. Nem, hát persze, hát ez nem is elvárható. A fogyasztóra van bízva, hogy egy kicsit tudatosabban figyeljen oda, és egyébként rettentő sok betegséget meg lehet előzni a jó kenyérrel. Rettentő sok betegséget. Hozzáteszem, egyáltalán nem biztos, hogy mindenhez kell ennünk kenyeret, ugye itt a glutén kérdés felmerülésről korábban beszéltünk. Ha mégis eszünk kenyeret, akkor ne állandóan, ne minden étkezéshez, és ha már eszünk, akkor jó kenyeret vegyünk. Emlékszem, hogy mennyire fáj a szívem, mikor emlékeztek augusztus 20-án, ugye azt hiszem most is meg fogják, nem tudom, mint szegni a kenyeret. Az új kenyér ünnepe, és az a jó kis nagy fehér kenyér ott van a kézben, és fáj a szívem, ugye az élelmiszeripari mérnök meg ilyenkor is nem az ünnepet, hanem a kenyeret nézi, hogy milyen üzenetem volna egy jó adalékmentes barna kenyernek. Uh-huh. Vagy ez fanatizmus, amit ez most az, mondok? Ez durva? Az, szerintem az, tehát egy ilyen fél kilós, egyébként én imádom ezeket a kenyereket, ez a nagyon sűrű, amit most te is hoztál, képzeld el, ott állunk egy ilyennel. Alig látszik szabad szemmel. Igen, hát ott a látvány számít. Jó, akkor mondjuk el még egyszer, mi a jó? Tehát, hogy ugye mindig alternatívát kínáljunk, tehát a rossz kenyér például nagyon jó, teljes kiürlésű. Teljes kiürlésű liszt, a tönköly lisztet gyakran használjuk, mert a klasszikus búzaliszt esetleg agresszív. Szívebb lehet a bérrendszere, tehát tönkölyliszt. Ha valaki fehérlisztet használ, akkor turumfehérliszt, tönkölyfehérliszt. Nagyon szeretem használni a zappehelylisztet, az egyik legkíméletesebb a bérrendszerhez, és a magovakat daráljuk. Aha. És a boltba megy az ember, mert mondjuk azért kevesebben sütnek, energia, időhiány, gyereknevelés, stb. Bárcsak minden háztartás már sütne magának kenyeret, ha bemegy a boltba, akkor ott barna kenyér, teljes kiörlésű, rossz kenyér. Azt a típusú kenyeret keressük, amiben szemcséket látunk, korpaszemcséket látunk, tehát nem biztos, hogy a malátázott kenyér ugye az egy kvázi egy színezett félbarna, ezt tudjuk. Tehát ahol egy picit olyan heterogén, nem egy nemű az állag, hogy látunk benne esetleg korpaszemcséket, vagy érezzük, hogy ebben a kenyérben van anyag. Az a baj, hogy nehéz megmondani, melyik a jó kenyér, mert mindig a szemrevételezés. Tehát amikor látjuk, hogy az mekkora, benyomom, megnézem, esetleg, ha ismerjük a péket, tehát azért most már vannak olyan kis pékségek, hogy azért tudunk azért őszintén beszélni egy pékkel. Van-e benne mag, tehát benne van mag, vagy szezámliszt, tök magliszt, apróra vágott, nem tudom, különböző magvak. Uh-huh. Igazi rozsliszt van-e benne? Ezeket azért lehet látni. És nehéz a súlya, azt szerintem a legnagyobb. Térfogatához képest fajlagosan. Fajlagosan nagyon kenyér. Nehéz, az mindig segít. Mellesleg, ha elfogyasztom a kenyeretet, vásárolok, elfogyasztom, és érzem, hogy jól vagyok tőle, ez borzasztó fontos, a visszajelzés, komfortérzésem van tőle. Bocsánat, nincsen székrekedésem, tehát a kenyér önmagát fogja adni a szervezetben, megmutatja a hatását. Oké, Gábor, nagyon, nagyon klassz volt, köszönjük szépen. Mi volt a reggeli? Tényleg szépen, mit reggeliztem ma? Rizstejben, barna rizstejben főztem kölöskását. Most megint úgy imádlak. Igen. Áfonyalekvárral fogyasztottam el, és egy pici kis csicsókaszirupot tettem rá. Jaj, azt a mindenség. Megmondom őszintén, kaptam.
Ma bűnöztél. Egy kicsit ma bűnöztél, én úgy érzem, ugye? Túlédes volt, ugye? Igen, megpróbáltad elhallgatni, hát nem veszük észre az összetevők alapján, de egy kicsit több édeset tartalmazott, mint amennyit szokott. Mi van a fogyókúrával? Az volt a baj, hogy kaptam egy kis étcsokoládéba mártott aszalt szilvát, és nem mertem ma reggel fölbontani, még gondolkodom rajta. Hát az csak ez egy jutalomfalat legyen, jó? Hát amikor ne lőjél mindent reggel, hát valamivel jutalmazd meg magad este is. Hát. Igen, igen. Úgyhogy azt még lehet, hogy várat magára, de igen, ez így nagyon jó volt. Nem szoktam túl édesíteni, egyébként most nem volt benne igazán méz. Egy kis mazsola időnként azért megy bele, de nagyon kellemes ízű volt, és mivel nem fehér rizsből készült, hanem barna rizsből, ezért rostban gazdag volt. És hogy nem volt otthon egy kis csicsóka szirup? Az mindig van. Volt. Egy kicsit tettem rá, igen. Az áfonya lekvár ezzel a kis édesítőanyaggal nagyon jó, de akinek nincs nyilván agavészirup is lehet, és hát van a tápióka szirup. Na most többen, na most hagyjuk abba, mert most kezdenek el rituális öngyilkosságot. A tápióka szirupnál szerintem többen felsikoltottak már, imádnak, de ez már az inger küszöb, ismerem a hallgatóikat, hogy na most. Csak akkor jó, ha te csinálod a tápióka szirup. Indult az ujja a gomb felé, tudod, hogy óva kapcsolják, music, you and valamit meg kell. A tápióka szirup az már nagyon kemény. Nagyon finom, egyszer kóstolja. Egyébként tényleg jó. Hát fogok hozni tápióka szirupot, csak azért is. Egy csomó ilyen elédesítjük itt a teánkat egyébként, mindenféle ilyen agavé szirup, amiket hozol, meg ilyenek, meg amiket vesztünk, és azok jók. Jó, teljesen rendben vannak, finomak. És nem fogynak ám gyorsan, tehát az emberek azt mondják, hogy kinek van erre pénze. Kivéve állatok. Ha bűnöző. Igen, kinek van erre pénze, ez egy érdekes dolog, hogy sokkal kevesebbet teszel bele, mert nagyon édes. Igen. Ugye? Igen. Hát olyan 1200 forintért kapok meg mondjuk egy 900 grammos üveggel, de ez szerintem majdnem hónapokig elég. Tehát mondjuk nem egy másfél két hónapig elég, tehát nem egy nagy költség. Igen. Gábor, köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és ti is jól néztek ki máskülönben. Köszönjük. Sportoltok? Hát, viszonylag sokat, igen. Jövő héten vagy megint számháborúzott? Jövő héten vagyok. Vagy? Igen. Jól van, akkor jövő héten. Folytatjuk. morningshow@klasszfm.hu, ez az e-mail címünk. Ide is várunk e-maileket, illetve az elmentesevezet@morningshow.hu, oda is. Jó, írjatok nyugodtan, ha valakinek kérdése van, vagy témajavaslata, hogy mivel foglalkozunk, mert nagyon örülünk ezeknek. És mi pedig hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A receptet itt többen kérdezitek a kenyérről, azt földobjuk a Facebookra. Jó, adás után fönt lesz. Kell hozzá egy-két összetevő, az egy picit bonyolultnak. Járkálsz, de sokat veszel, és utána hónapokig tudod belőle csinálni a kenyeret. Ennek egyszer kell kifutni egy jobban felszerelt bioboltba, és utána az ember hónapokig tudja ezt a kenyeret enni. És ehető, megkóstoltuk. Nagyon jó. Nem ez a nagyon sűrű, nagyon barna, nagyon keserű, nagyon etetett, nem ez. Tényleg jó kenyér. És még a gyerek is átállítható rá fehér kenyér után, mert azért az elviszi egy irányba az ízlelő bimbókat, de még vissza lehet hozni. Halló, jó reggel! Halló! Halló, szervusztok! Halló, Tamás! Én vagyok Tamás, szervusztok! Tamás, honnan hisz minket? Győrből vagyok. Győrből? Aha. Győrből. Tamás Győrből. Uh-huh. Volt már Tamásunk Győrből? Hát, lehet. Igen. A nagy számok törvény alapján. Igen, mit csinálsz? Hát most éppen nem szabadságon vagyok, hanem most két hétig itthon vagyok, mert én Svédországban dolgozom kint egy hajón, és... Hát két hetet úszunk, kettőt meg itthon vagyok. De miért tollod a hajót, hogy úszol? Vagy? Hát mi úgy mondjuk, hogy úszunk. Így mondják a hajósok, hogy úszunk. Igen. És akkor most egy kicsit itthon, aztán vissza a hajóra? Úgy van, pontosan. És mit csinálsz? Jövő héten kedden megyek vissza. Mit csinálsz a hajom? Pincér vagyok. Pincér vagy. Uh-huh. Nagyon jó, nagyon jó. És komolyan mondom, hogy nem tudtam, hogy ő fog játszani. Bizony, az első kérdés. Ja, mindjárt ránézek, hogy értsem, hogy mire mondod. Van már ajándékcsomag, vagy bármi tőlünk? Még nincs. Na. Rengetegszer hívtolok benneteket, csak még nem kerültem, de most az első alkalom, hogy sikerül. Na látod? Neki megyünk akkor. Jó, így szól az első kérdés dedikált nyakba akasztóért. Minek az egyik mértékegysége a csomó? Hát az pont a hajós. Jó, mondtad. Miének? A hajó gyorsasága. Igen. Jó, elfogadjuk, igen. De egyébként a gyorsaság az mi? A gyorsaság az mi? Minek a mértékegysége? Tehát mi a gyorsaság? Hát a csomó az tulajdonképpen... Az, hogy valami gyorsan megy, az még nem tudjuk, hogy megy, vagy mennyi. Az egy csomó az 1620 méter. Igen, de hogy minek a mértékegység, tehát lehet gyors, meg lassú is valami, a gyorsaság, meg a lassúság az mi? Hát... Milyen valaminek?
Hát a hajó gyorsaságának a mértékegysége. Hát de nem, nincs egy gyorsaság mértékegység, hát az minek a mértékegység? Mert akkor van lassúság mértékegység. Van az idő, van a megtett út, ugye ez a, egy tanulmány számolni, igen, és igen. Van a harmadik. Hát... A gyorsaság, csak ez ugye nem jó. Egy másik szót használj ide, nem így gyorsaság van. Az, meg lassúság, hanem... Hát a sebesség. Na! Hát persze, a sebesség. Hát egy csomó, hogy milyen gyorsan, mennyi, mekkora sebessége. Az egy csomó, az tulajdonképpen 1620 méter. Az egy csomó. Jó, meg jó, vagyunk. Jó, meg ezt vagyunk. Elhisszük neked. Meg vagyunk. Nyugodt. Igen? Na, mehetünk tovább. Jó, az ne szúrjál le. Oké, így szól a második kérdés, dedikált Egérpadért. Melyik ókori görög eposz szól a trójai háború 52 napjáról? Hát az az Iliász. Így is van. Na. Egy gyorsabban megy. Igen, most behoztál egy kis időt. Igen. Na, dedikált óra. A tét. Vagy mész tovább, vagy megállsz a harmadik elég. Nem, megyünk. Mindenképpen. Jól van, itt szól a harmadik kérdés Zserikát Morning Show óráért. Melyik hegység legmagasabb csúcsa az Elbrus? Elbrus? Húha. Már egy picit gondolkodnom kell. Elbrus? Húha. Hát az valahol... Atya úristen, Elbrus. Lehet, hogy befulladtam. Na mondj valamit. Hát tulajdonképpen az valahol, én úgy gondolom, nem vagyok benne biztos. Hát lehet. Mondtam, hogy mondj valamit. Igen. Ez a Kaukázus. Kaukázus. Ez a Kaukázus, ez gyakorlatilag a földrajzi Európának a legmagasabb pontja. Az Elbrus. Hát sajnos itt befulladtam. Pedig földrajzban meg történetben rohadt erős vagyok, de ezt most hirtelen nem tudtam. Na bumozz egyet, hát ha jó, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj! Tiki-taki! Ezt a minden. Oda lett téve. Neki? Nekem nem. Kutya fájá. De jó lett volna, ha jelez. Meg kellett volna állni. Nem jelez a szoftver, nem villog. Nem ad a rohadék. Hát sajnálom, fiúk. Hát mi is, Tamás. Lehet, hogy meg kell néha állni. És elvinni a biztosat. A harmadik kérdés általában nehéz. Tamás, köszi a játékot! Én is köszönöm, hogy játszottam veletek. Köszi! Szia. Szép napot neked, ciao! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra 14 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk egy jó kis Lenny Kravitz dal után Jimi Hendrix szám, azt írja valaki. Jimi Hendrixes volt? Nem. Vannak a Kravitznek Jimi Hendrixes dalai, de ez pont nem az szerintem. Van, ami sokkal inkább Jimi Hendrixes. De ez kevésbé. Kedvelem. Igen. Ez egy új Lenny Kravitz. Amire tiszteletet ad. Új stílus, új Lenny. Lenny? De Lenny, igen. Lenny. Fura tőle, de... Vagy hogy az eredeti lenne egy Hendrix, nem hiszem. Vagy az eredeti Hendrix dal, az egyébként lehet. Hát az a baj, hogy nálam minden egy picit Hendrixes. Aha. De ez egy folyamatos tiszteletadás a részéről nyilván. Sokat hallgatta gyerekkorában. Uh-huh. Van egy trafink... A 26-os főúton Putnok belterületén Ózd felől mérik az Ózd felől érkezőket, Rolko üzente nekünk. Aztán Örkényben az 5-ös főúton a Bokrok között mérik a Kecskemét felé tartókat a rendőrök. Nem így írta Norm, de kicsit át kellett fogalmaznom.
Az M1-esen, a 31-es kilométernél kamion az árokban, most még jól halad a pálya, de lassan torlódás lesz, ha elkezdik kiemelni a kamiont. Unixos küldte. Nekünk köszönjük szépen, szintén az M1-esen mérnek a 87-es kilométernél Győr felé, üzeni nekünk Anikó, valamint az M0-ás Annagyi pihenőjénél Szeged felé van egy trafi, ez Gábor küldte nekünk, és van egy nagyon helyes SMS, Dóri vagyok, 12 éves, nagyon szeretnék a naphallgatója. Pont. És pont nagyon régen. Imádom, nagyon jó. Játszuki. Nagyon szeretnék a naphallgatója. Fiatal vagy még, előtted az élet. Hajrá! Talán még lesz ez a műsor néhány év múlva, még adjál nekünk időt, hogy legyél a naphallgatója. Egy kicsit több kell ahhoz, hogy az ember azt megnyerje, de tetszik az üzenet. Így van. Hát őszinte velünk, nem tud vagy nem akar vicceset írni, megírt a 12 éves is szeret a naphallgatója. Hát felvonultat az összes érvét. 12 éves vagyok, és szeretnék. Igen. Lenin. Nem Lenin. Na. Ugye? Na. Na. Júj. Ja? Nagy labda. Nagy klasszik. Nagy klasszik, de már úri emberek vagyunk. Dehogy is vagyunk. Dehogy vagyunk. Hogy lennék már? Durván. Tegnap láttam egy nagyon érdekes esetet, és akartam erről beszélni, hogy mit tud ilyenkor tenni egy szülő. Szerintem ez leginkább egyébként a szülőket érinti már csak azért is, mert akinek nincs gyereke, az még szerintem ezt valahogy nem tudja átgondolni. Vagy nem is tudja igazán beleképzelni magát egy szituációba. Budafoki út előttetek van, benzinkút, ÖMV kút, McDonald's. Így van. Kereszteződés. Már csodálatos ott vagy, már fejben ott vagy. Látni. Igen, már ott vagyok, már ott sétálok. Elhagyod a lámpát. 95-öset fogok venni. Nem, már túlmentél a benzinkúton. Ja, akkor túlmentél a benzinkúton, jobbra elhagytad a benzinkutat, lámpa, kereszteződés, és jobbra van a Burger King, és annak van egy buszleállója, és a buszleálló után van egy bekanyarodó sáv, ott az Új Buda Centerhez, vagy milyen meg a neve. Igen. Megvan. Ahol te a buszsából fordulsz jobbra. Fordulok jobbra, Bennyvel voltam. Szintén a buszsávból. Nem, egy ott nincs buszsáv, tehát ott kétsáv, busz megálló van csak, busz megálló, és a busz megálló, hogy elfogy, te utána kapsz egy lehetőséget, hogy beforduljál jobbra. És látom, hogy egy ilyen nagyon helyes, két éves forma gyerek így fut a járdán, de ugye nekem autóval át kell mennem a járdán, hogy beálljak a parkolóba, ami egyébként egy ilyen drive rész, ahova éppen igyekeztünk. Nagyon messze fut egy két éves gyerek, hát a maga kis elszántságával, pufin, tudod, nagyon helyesen, jó forma gyerek volt. Hosszú-hosszú méterekre volt még tőlem, de én tudtam, hogy rohan, meg láttam is, és lassítottam, bár mondom, 10 méter volt mi köztünk. Utolérte az anyja, az autó és a gyerek között ott még legalább 15 méter, tehát semmiféle feszült helyzet nem volt. Szépen tovább mentem, és csak azt láttam a sövény fölött, hogy a nőnek Tudod, amikor így azt látod, hogy fönt a kéz, lent a kéz, fönt a kéz, lent a kéz, és fönt nem a kéz, lent a kéz. Aha. És letekertem az ablakot, kicsit kezdek én is öregedni, már egy-egy ilyenbe belehallgatok. Tudod, régen mondom, belehallgatom, mégiscsak gyerek, szegény, nem volt veszélyhelyzet, nem hibázott a gyerek, ráadásul két évesen nincs is nagyon veszélyezett. Gyerekek, úgy megverte a gyereket, hogy én életemben nem láttam még ilyet. Életemben nem láttam még ilyet. A Benni kérdezte, hogy miért lassítunk, mondom, takard el a szemed kicsit, nem érdekes. Nem kell. Ne figyelj oda. Nem kell ezt látod. Én tudom, hogy szülőként, ha hirtelen stressz helyzet van, akkor az, ami kijön belőled, az a stressz helyzet, azt ordítással, néha egy-egy pofonnal is akár levezeted a gyereken, annyira megijeszte is. De a nő egy ilyen igazi terroristának nézett ki, 140 kiló, körülbelül ugyanannyi centi, két nagy ilyen teszkószatyor, letesz, gyerek után szalad, és mint szódás a lovát úgy megvette. De na, rettenetesen. De nem kiabáltad oda, hogy hagyd élni. Na ez az. És itt jön az érdekesség, hogy vajon mikor van az a pont, amikor te oda mehetsz, és ezen gondolkoztam utána elég hosszan, hogy mit kellett volna csinálnom nekem szülőként? Egyáltalán jogom van-e bármit csinálni? Ugye most én azt mondom Beninek, apádnak mennie kell. Nem apának mennie kell. Ez a kocsira. Szép téped az inged alatt a szupermenes póló. Előre teszem a jobb kezem, ökölbe szorítom. Oda megyek, és mondjuk birokra kelek egy ilyen igazi magyar, nagy magyar anyával, aki abban látja a gyermeke nevelését két éves, hogy hülyére veri ott mindenki előtt a buszmegállóban. Vagy oda megyek szólni, és azt mondom, hogy hát, bocsánat, egyrészt értem az ijegységet, nagyon messze volt a gyerek. Én is elnézést, figyeltem. Hölgyem. Semmiféle pánik helyzet nem volt. Elnézést, kápó. Igen, törölje meg a bajuszát, kedves hölgyem, én nagyon nagy morzsa van rajta. Nem, hogy jogod van-e beleszólni neked szülőként, vagy hol van az a lehetőség, vagy hol van az a pont, amikor te szülőként oda tudsz-e menni egyetlen, oda kell-e menned? Vagy azt gondolod egy várádítással, hogy hát minden ember úgy neveli a gyerekét, ahogy akarja, ha ő ebben látja, vagy ennyire megijedt, vagy ebben látja a nevelés eszközét, mert tényleg 8 éves néha meg kell rángatni, ha még mindig lelép az útra bringával, és nem néz körül, vagy kifut a labda után, ott szerintem a később az életedet mented meg, ha egyszer jól leszídod, és jól a fejébe rendet raksz, hogy mindig nézzen körül. Egy két éves még teljesen más reflexek alapján működik, még nincs veszélyérzet, nem tudja, nem tanulta meg, nincs felelősség, tehát más a sztori. Meg az egy pofont talán még menthető, mert nem az hogy megijedt, oké, kifut ez
zebrára, piros a lámpa, elcsapja egy autó, lehet, itt hogy idézőjelben jobban járt futott, volna mert az bele. Járda is, tehát járda is egy átmenő autós forgalma járnak, tehát a gyerek még nem is változtatott irány. Tehát, hogy tényleg én is láttam már, hogy ott a körúton, pont nemrégiben volt az, hogy ott körúton sétált, most láttam, hogy iszonyatosan viháncolós, ilyen nagyon vásott ilyen, de jó értelemben vásott ilyen kis csaj, rohant, mint ha puskából lőtték volna ki, és szaladt mögött az anyja, és próbáltam utolérni, és nyilván sivalkodva szaladt előle nevetve a kislány, és nem nagyon figyelt arra oda, hogy ott van a zebra, és éppen piros a lámpa, tehát hogyha odaért volna, és az anyja nem kapja el előbb, akkor talán még bármi is történik. Ez egy kori adottság egyébként, nyilván itt Fiona egy picit túlreagálta. Nagyon elvert a gyerek, én rettenetesen sajnáltam azt a gyereket, mert nem hiszek ebben. Lesokkolózott. Igen, hogy ilyenkor oda megyek, és mondjuk egy ártatlan buszon leszáll, azt látja, hogy a Balázs birkózik egy nagy darab nővel. Ez a csávó, azért ebben még mindig ott van a Rakendol. Nézd meg ezt a srácot, imád, ennél mindig nem tud megkomolyodni. Hogy leszállok itt a Budafokon, és mit látok, hogy a Balázs birkózik egy 140 kilós nővel. Talpig gazdaságos tejföllel beborítva. Nem az, hogy jövök róla téged. Fölállt volna a nő, én is vele szembe, ökölbetett kéz, és csak a comb, tudod. Egy combruga, én kapok egyet, ő ad egyet, én kapok, a gyerekeink végignézik, vagy elkezdünk ott gurulni az aszfalton. Te jó vagy, rohagy meg, más ettől már lefekül. Vagy elkezdünk gurulni, vagy elindul egy ilyen szóváltás, és persze nyilván lehet írni, hogy jó, megijedtél egy nőtől. Nem erről van szó. Azt gondolom, hogy nincs az embernek lehetősége se oka, talán joga arra, hogy beleszóljon, hogy, vagy ahhoz, hogy beleszóljon egyáltalán, hogy figyelj, nem volt veszélyezett. Tényleg agyon akarod itt venni a gyereket? Egyébként igen. Nem biztos, hogy ehhez közön van. Bármennyire is sajnálom a gyereket. Csak ez most konkrét bántalmazás. Igen, egy picit azért van közöd. Na, van közöd, ilyen igen, tehát most persze. Tehát hogy én nagyon sokszor látok ilyet, hogy játszótéren a gyereken múltkor, ott voltam a játszót, lehet, hogy meséltem, játszótéren voltunk. Gyerek nem akart lejönni a csúszdáról. Még akart csúszni hármat. Anyuka kicsit túlvezérelve, oda ment egy gajhoz, letörte az ágat, nem hittük el, letörte az ágat, és ugye miért nem mászott föl a mászókára, elkezdte a gyereknek a lábát ütni, a fűszfáról letörte a hosszú gajja. Hát ott összes egy játszótér állt, így dermedten, én elhiszem barátomra, akivel voltunk, megint takard el a gyerek szemét. Ezt nem kell, hülyére verte a gyerek lábát, mert a gyerek nem akart lejönni, a gyerek elkezdett üvölteni. Ugye megijedt, hogy éppen veszővel verik. Ne üvölts, mert még el is verlek. Az anya még jobban berágott, hogy nem jön le, ráadásul üvölt, elkezdik őket figyelni. Ezért miben látta a megoldást? És azzal verte tovább. Fölkapott két bubi biciklit, és rádobta a gyerekre. Még jobban elkezdte verni a gyereket. Na és ott volt az a pont, ahol egyébként több szülő oda ment, hogy mégis milyen eszköz, meg ne csinálja, meg nyugodjon már le. De hogy én mentem oda tegnap. És ugye ezért úgy gondolkozom, hogy most te, mint szülő, oda mész? Hát nem csak mint szülő, mint ember. De hogy nem, ez egy gyerek bántalmazása. De várjál, figyelj, ez az ő nevelésének az eszköze. De ne, ez nincs ilyen eszköz. Hármat rávert, vagy négyet rávert a gyereknek a fenekére. Oda is azt mondja, hogy uram, köszönöm, ne szóljon bele, megoldom. Akkor arrébb mész. Oda mentél. Akkor de legalább oda mentél, hogy aha. Elnézést, ezt ön jónak gondolja, hogy itt veri a gyereket. Hát nem volt veszélyhelyzet, értem, hogy meg kell tanulni. Lehet, hogy ebből a hangvételben nem értett volna amúgy. Jó, hát nem így mondanám. Adjon azt a gyereket. Jó, oda mész és kezdj csokkolni, pedig ne verje agyon a gyereket. Magának ez mi köze? Hát azt, tehát, hogy járok elő vagyok, és látom, hogy vernek egy 2 éves gyereket. Tehát nem egy pofon volt, meg nem egy fenékreverés volt, hát te mondtad, hogy konkrétan messziről, magasról indított kézzel. Én a sövény fölött állt, mert csak két fönt kéz, lent a kéz, fönt a kéz, lent a kéz. Nem csak neked integetett? Egy bögré, Balázs, egy bögré, bármi. Minden oké. Okay. Igen. Hát igen, itt azért lehet, hogy már, nem, sőt nem lehet, hanem biztos, hogy oda kell menni, szólni neki, hogy kezét csókolom, te is asszony. Így ez, te is asszony. Szóval szerintem ez sok, ezt szóvá kell tenni, ilyenkor oda kell menni. Még amúgy... akkor is, ha nyilván érzed, hogy kellemetlen, vagy nem tudsz mit csinálni vele, de hogy itt verték. Próbáltam az anyuka helyzetébe beleképzelni magam, az nincs mentség, hogy valaki így megver egy 2 éves gyereket. Én aggódom, hogy az ő a saját ijegységét vezette így le, hogy ő megijedt, hogy bármi történik. Kicsit túlvezérelt volt. Hirtelen észreveszed, hogy a gyerek messze van, te már szülőként látod a jövő autókat, buszokat, felfogod, hogy a gyerek irányt vált, akkor mondjuk len van a járdáról. Mondjuk simán el tudtam volna képzelni, hogy a vége az egésznek a katarzis az, hogy a gyerek is meg az asszony is téged rúgdosna. Na, az milyen? Az milyen? Hagyd az anyukád, hagyd! Oda megyek, és igen, elnézést, ne szólj bele, hogy mit csinálsz, és össze-vissza vernek. Akkor is azt mondanál, leszállok, így leszáll a busz, hogy
Ez a baj, ez nagy munkamester. Visszamész a kocsihoz, irgalmatlan Moncsikkal, a szemed alatt az egyik fület félig le van tépve, a véres az inged, és akkor Benny nézd, hogy hol voltál. De most a nő például neked esik, mert annyira be van gőzölve az adrenalintól, akkor megversz egy gyerekes anyukát, nem, nyilván nem ütsz vissza. Az korrekt, akkor, meg. Vagy akkor nekiálltok, vagy lefogod, és a szemtanúk lefotóznak, és 10 000-ért elnyomják a blikbe, hogy Balázs családos anyákat vár a busz megállóba, érted? Vagy, tehát, hogy egyébként szerintem az ember álszed, mert sokszor azt mondja, persze oda kell menni, aztán ott egy ilyen szituáció, és azt mondod, hogy nem avatkozol bele. Nyilván a gyerek üvölt, és éppen véresre verik, tehát azért nem ezen végletről figyelj, beszélek. Az ökölvírás hogy... nemes művészete, az a védekezésről is szól. De mi majd kell tudom, hogy ma pakoljon föl. Bemutatkozunk egymásnak, arcon csapom egy fehér kesztyűvel. Aztán tovább mentek, szóval, hogy nem volt azért ez egy ilyen 10 perces nagy verekedés. Tehát gyors, ám rövid. Uh-huh. Gyors, csak nevelte egy kicsit, nevelte egy kicsit a gyereket, aztán ment tovább. Igen. Te szólsz, Júli? Hello, jó reggel. Hello, jó reggelt. Hello. Bizonyos szituációkban én a beavatkozó típus vagyok. Tehát egy ilyen helyzetben valószínű, hogyha már harmadszorra csapod, akkor oda megyek. Vagy megdobod uh-huh. egy téglával. Így van. Nem, én jutok oda. Nem, egyébként, tehát hogyha indulatot látok, azt látom, hogy éllel szól oda, tehát olyat már láttam, hogy utcán a gyereket megrángatta, és ordított, mint az eszelős, és akkor oda szólok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat nem lehet szó nélkül hagyni. Egyébként tudjátok, hogy Magyarországon zéró tolerancia van 89 óta, tehát az sem, bizonyan, hogy így rácsapsz a kezére, az se lehetne. Sőt, a gyerek elméletileg téged fel is jelenthet. A szülőjét most nyilván egy 2 éves ezt nem tudja megcsinálni, de mondjuk egy 8 éves már akár igen. És milyen reakciókkal találkoztál, Júl? Én általában, tehát az igazság, hogy az ember... meg, hogy szóljon azonnal üt. Igen, persze, csak az a baj, hogy az az ember, vagy azt tettem észre, hogy az az ember, aki egy gyereket az utcán nyilvánosan megüt, az általában annyira, hogy is mondjam, primitív, hogy azzal hiába állsz le. De Júli, nagyon sok ilyen van, hát nem tudsz oda menni mindenkihez. Hát látod ezt a játszótérre, látod a fagyizóba, hogy a gyerek leeszi magát, kap egy taslit. Most akkor a gyereket egyszer fejem vágnak, erőből látod, hogy fejem meg a fagyizóba. Én ilyet is láttam, gyerek belevetett eső a fagyja, hogy lehet, hogy rossz, hát akkorát kapott hátulról, oda mész, hogy elnézést, miért veri a gyereket. Egyébként nincs hozzá között. Ahhoz között, nincs hozzá között. Meg kapott egy baromi nagy taslit, a gyerek ordít, sír, és látod rajta, hogy tényleg nagy volt, akkor oda mész? Az igazság, hogy én... És számon kéred a szülőt, a gyerek, hogy egyébként miért verte fel? Én értem, hogy a gyereket védeni kell nekem is, vagy a gyerekem érzékenyen reagálok erre, de nincs jogod egyébként, mi között van hozzá? Na de, és akkor kinek van joga? Hát na, jó, tehát, ilyen alapon persze. Az az ember, aki a fagyazóban akkora taslit levág a gyereknek, hogy leszáll a feje, az mit csinál otthon a gyerekkel? Na jó, de te mit tudsz ezen változtatni? Oda mész és megkérdezem? Hát oda megyek, megkérdezem, megszégyenítem. Uh-huh. Gondolkodjon el, uh-huh. legyen neki kínos az a szituáció. Na, vagy az ilyen embernek szerintem ez nagyon nem. Tehát aki ennyire primitíven viselkedik, az nem, ezt nem úgy éli meg. Meg lehet, hogy rosszul jössz ki belőle, hát egy ilyen magas labda mellett kimenne el, hogy Balázs oda megy, és engem üssíne a gyereket. Hát azonnal. Hányan élnének a lehetőség. Az amikor a játszótéren az egyik... Mindenki megvenne a gyerekét, hogy beszállassa. Az egyik gyerek szórja a homokot 100-szor, anyuka rászólt 100-szor, hogy Józsikám, ne csináld, mert belemegy a szemébe, a ügyeleten fogunk kötni, és a többi, és amikor a harmadszor is odavágja a lapáttal, és oda megy, felállítja, és ráhúz a fenekére, én ott nem lépek közben, mert azt gondolom, hogy egy idő után elfogynak az eszközök. De mi van akkor, de most pillanat, mi van akkor, hogyha te egy olyan pillanatban mész oda a játszótérre, amikor ez mindez már lejátszódott, és csak a gyerek éppen, csak éppen én azt látod, hogy pofont adott neki. Nálunk, akkor mi van? Nálunk az volt az irányelv. Hölgyem, akkor elmondom. Józsikának, Ábelnek elmondtam már kb. 20-szor, hogy ne szórja a másik gyereknek a szemébe a homokot, mert nem szeretném, hogyha az kórházba kerülne, úgyhogy most lekevertem neki egy pofont. Na, maga itt ért ide. A játszótér ez egy másik sztori. Igen, az... A presztizselő anyukák, presztizselő apukák, kinek ügyesebb, szebb és okosabb a gyereke című harca játszótére minden nap, azért az is egy szép dolog. Igen, fú, de utálom. Nekem az utálom. Komolyan mondom egyébként, hogy rokon gyerekkel volt egyszer egy ilyen, majdnem elsült a kezem, hogy következő történet. Elsül az sokszor, csak... Hát jó, nem a kezem, az csak a ravasz. Na, de hogy visszatérve az eredeti témára, hogy egy kicsit vásott volt a gyerek, és hogy én nem tudom, hogy miért, vagy hogy hozzászokhatott ahhoz, hogy így kekeckedhet így a felnőttekkel, és odajött, és nem hazudok nektek, egy ilyen fakockával kb. 10 centiről úgy arcon dobott, így a homlokomon koppant. Egy kicsit imádom az ilyen gyerekeket, de, ugyanakkor. Nyilván velem történt, még én is úgy rágálok, hogy most megölöm, de hogy közben... Volt. Ne, én szeretem a csibész gyerekeket. Nehéz volt megtalálni benne a véletlenszerűséget. Fogalmazok. De a csibész az mindig szeretni való. Oda a csibészt egy kicsit mindig szeretni kell. Rám nézett, és akkor én már így éreztem, hogy na mondom itt izé valami, igen, hogy ilyen várat fogunk építeni. Nem, hogy majd biztos hozott kockát, igen, játszani akar, stb. Most nem legózunk, fogta,
benézett a szemembe, és 10 centiről úgy belevert az arcomba a kockával, hogy így, komolyan mondom, hogy így a kezem így tudod, így elindult, és csak azért nem kentem le neki egy fülöst, mert hogy azt én a csibészeket szeretem. Na. Tudom értékelni. Még ha velem csinálja, akkor is azt mondom, jó van, te sokra viszed. Nem lehet, benned rossz van. A szeme a gyereknek, azt látta, hogy messzebb állsz. Figyelj, csak mondom, hogy a harmadik szemem újra megnyílt akkor. Jó, az más, ugye nyilván most persze az, amikor a gyerek ott csinál valamit, azért, és akkor igen, de hogy... Finom provokáció. Szóval visszatérve, ilyenkor az emberből mindig előjön tényleg a szülő, és a gyereket sajnálom, hogy ő csak szaladt 15 métert, és ő nem érez más, gondol, de hogy te gyerek vagy 2 éves, most barátkozza a világ, és egyszer csak az anyát hülyére ver. Nem? Az, akit a legjobban szeretem. És nem érted egyébként 2 évesen, hogy miért történik. Persze nyilván meg kell tanulni bizonyos keretek között élni, létezni, de hát azért arra egy 2 éves gyereknek még van ideje. Én nem verem a gyerekeimet. Nem már rá gondolok a buszra, hogy most az ember oda megy, lehet, hogy oda kell menni, nem tudom. Mi az azt akarom csak boncolgatni, mi az a határ, amikor te beleszólsz? Tehát, hogy odamész és azt mondta, hogy na most állítsa le magát, hölgyem. Hát az azért nem ilyet kell mondani egyébként, odamész és segíthetek verni. Hogy lehet, hogy azon meglepődik. Beszállhatom. De akkor miért azt kérdezett, hogy egy dínos gumicukrot tetszik kérni esetleg? Vagy az is jó. Beszállhatok segíteni, verni? Igen, mert látom, hogy a gyerek túlerőben van ön ellen. Hadd segítsek. Még 2 felnőtt mégiscsak jobban elbánik egy 2 évessel. Lehet, hogy egyébként az, ahogy odalépsz meg, amit mondasz, az alapvetően meghatározza a reakciót is, mert hogyha, mit tudom, például csak egy ilyen ártatlanul vagy ártatlanul tűnő, odaszólsz és megkérdezed, hogy ez, elnézést, hölgyem, ez most muszáj volt. Akkor ebből kialakulhat egy beszélgetés, akkor elmondja, akkor nem kerülhetsz olyan helyzetbe tényleg, hogy már 6-szor szort valakit szemem, vagy dobott valakit fejbe a kisgyerek, és 7-szerre kapta meg ugye a kis fülesét, hogy elnézést, azt mondom, ez muszáj volt. És akkor elkezdődik egy kis kommunikáció, oda-vissza beszélgetés, és akkor talán megtudod. Vagy pedig én a hosszú távú megoldásokban hiszek. Tehát én a hosszú távú megoldásokban hiszek, én azt nem tudom, hogy ezzel mitől javul a helyzet. Tehát felszáll a buszra, leszáll, átgondol, ő este ugyanúgy hülyére veri a gyerekét. Tudod? Tehát én a valódi megoldásokat keresem. Mert az, hogy te akkor ott abban a pontban te megmented attól a gyereket, és rászólsz, és megszígyent, az ilyen típusú szülőt, ez holnap ugyanúgy hülyére veri a gyerekét. Tehát, hogy mi a valódi megoldás? Jó, tudsz valódi megoldást kívánni, valóban nem tudsz nyilván. Nem tudod megváltoztatni az érték ítéletét, vagy azt, hogy ő ne verje hülyére a gyerekét, hogy a gyerek elszelett 10 métert, egyébként akkora darab, mert hülyére zabálta magát Lekvárosfánk, hogy képtelen utána futni egyébként. Figyelj. 130 kiló és akkora a két karja, mint két Erzsébet kenyér, érted? És nem bír 6 lépés rohanni, és a gyerek meg eleven, hát akkor vegyen egy futóbiciklit magának, azt tekerjen a gyerek után, vagy valamit, és azért veri meg a gyereket, mert a gyerek eleven. Szóval, hogy... Az a baj szerintem, hogy idegenként, ráadásul úgy, hogy mondjuk adott esetben más emberek előtt megszégyeníted, lehet, hogy pont az ellenkezőjét éred el vele, hazamegy, és otthon aprítja a szecskával a gyereket. Én azt gondolom, hogy ráadásul minden ott összeszedett frusztrációját, dühét, egyébként mit csinál a gyenge, ugye, hát az erővel vezeti le, vagy kinek gyengébben. Tehát, hogy én nem... Jó, tartom. De akkor mi, és akkor állsz, és akkor nézed? Nem, hát nyilván nem. Nem tudom. Nem, hát én mondom nekem, ugye mindenki azt mondja, hogy én is kaptam egy-egy sallert, és mégis ember lett belőlem. Én nekem kislánykoromban pontosan... És közben tikkel a szemem. Nálunk pontosan lehetett tudni, hogy anyám egyszer figyelmeztet, még egyszer rám szól jó esetben, és a harmadikra oda csap a fenekemre. Két opció volt, apám az viszont pofont adott, és akkor anyám rászólt mindig, hogy na ezt nem. Tehát a gyerek fejét nem ütjük. A fenekére le lehet csapni, abból is ért. De hogy egyébként a fejére nem csapunk. Na, ez egy jó megoldás. Anyuka verjük a gyereket, odamész, és anyukának a fenekére rácsapsz egyet. A fejét ne legyen. Verje meg a gyereket? Jó, verje meg a gyereket. Nincs az, hogy ne a fejét is, anyuka. Egyébként is, anyuka. Hogy néz ki? De igen. Szóval menj oda, és fektesd az anyukát a térdedre, és ferekeld el. Ezt akartad? Ezt? Mondd meg, szóval azért ott leszállnál a busz, és azt látod, hogy fenekelek a busz megállóba egy nénit, azért azt látod, hogy Bali, mindig benned van a rock and roll. Még mindig nagyon nagy arc vagy, Bali. Hogy még itt is szórakozhatsz. Van valakinél még egy telefon, minden szögből vegyük. Ez a srác az én haverom, ezzel ülök minden reggel. És ülnék ott a busz megállóba, Budapest, és nagyon fenekellik egy nénit. Egy trollt. Csak kisgyerek meg ilyen vatacukorra gyálna mellettem, tudod. 2 évesen. Mit szólnál? Óriási, nem? Többen megállnak. Engem is, Balázs, engem is. Engem se hagy ki kicsi. Aztán én felekellek téged. Igen, vadállat hintőpor. Mondja Gyuri. Szóval hogy azt gondolom, hogy egy ilyen szülőnél, aki elkapja a 2 éves gyereket a megállóban, és azért veri el, mert ő rettentesen megijedt, mert attól félt, hogy kiugrik a kocsi alá a gyerek, az olyan, mint amikor két kutya összeugrik, hogyha rá kiabálsz, ráordítasz, akkor szétugrik a két kutya. Valószínűleg, hogy ez is így elönti a szmötyi a fejét, és nem lát ki belőle. Ha rákiabálsz, csak annyit mondasz, hogy hé, hagyd abba, akkor kitisztul és magához tér.
ezek az emberek, akik így elkapják indulatból, szerintem nem kapja el otthon mindenért, csak ott a rettenetes frusztráltság és minden az ijegység, a rémület jön ki belőle, amikor mondjuk, de az, aki mondjuk elkezd verni egy gyereket, az már egy másik kategória. Igen, nekem volt már hogy berágott, hogy futnia kellett. Tehát lehet, eleve nagyon feszült volt, hogy 6 métert kellett futni a gyerek után. Szóval nekem volt már olyan, ez a rohadt olcsó zacskó, hogy otthon a gyerek a 220-ba nyúlkált, és akkor én oda mentem, és rávágtam. Az nem baj. Nekem volt ilyen. Azt mondják, hogy ez se lenne szabad. Uh-huh. Nekem van egy ismerősöm, aki mondta, hogy ő soha büdös életben nem csapott rá még a gyereknek semmiére, és így mindig nézek rá, hogy hogy a bánatba tudtad eddig ezt megoldani. Ez nálunk is így van. Egyszer csaptam a gyereknek a kezére, akkor is csalámba nyúlt. Jó, de azért félsz, hogy visszaüt és azt hittem, hogy hisztizik. Mondjuk ez is igaz. Ez is igaz, hogy neked egyszer gyerek visszaüt, akkor te halott vagy. Az én lányom saját megfogalmazása szerint egy kőkemény proteinszelet. Tehát vele nem nagyon lehet újra. Igen, kezdetem ezt a lányra lefejjel, mire megmozdulsz, akkor halott vagy. Tehát, ezt, mondtam, ezt mondtam egyébként, hogy a vadon család egyetlen gyermek bántalmazásának a sztoriát, azt elmondtam. Azt hittem, hogy hisztizik a gyerek, mert rácsapott az anya kezére. Oda mentem, akkor átreveltem a kezére, hogy még nekem is fájt. Nem, csalámba nyúlt. Nem is értette, abban nem értette, nem értette. Megi hisztizel! Így ne is apa, kiderült, apa, hogy nem, csak piros patyizunk anyával. Csapkodhatod a gyát kezét. Az első és az utolsó alkalom volt, hogy a lányomhoz hozzáértem már így, hogy megütöttem. Annyira szégyeltem magam után, nem mondom, tessék, üzent az ég. Apu, gratulálok. Balázs, oda kellett volna menni egy kiskajával és lefoglalni a kedves kinézetű anyukát egy kiskajával, igen. Csoki! Ugrék! Így van. Nem, közbe kell avatkozni, nem fordíthatod el a fejedet azzal, hogy ez magánügy. Nem hiszem. Azért ez közben úgy zajlik, tehát hogy azért ez nem ennyire fekete-fehér, aki átérti ilyet. Tehát te bemész autóval, látod a kezét, mire átgondolod, minden ők már kéz a kézbe, szintén síró gyerekkel mentek tovább. Te három sorokkal lejjebb. Három sorokkal lejjebb vagy, beállsz közbe, gondolkozol, miért veri, de te csak futott, hogy? Most mit csinál? És abba, mert tehát ezért ez nem így vagy, 10 percig egy kalipóval a kezedben nyalogatod az eprességre, és végignézed, oda menjek. Ne menjek. Uh-huh. Beni, mit tanácsolsz? Apád verekedjen egy nagy darab nénivel, vagy ne verekedjen? Szerinted? Úgy látom, már csillapodik a dühe. Tehát, hogy ez egy ilyen kezd vége lenni. Igen, ez egy... mozog. Igen, már kezd kifulladni. Nem bírja. Szóval ezért ez ilyen pillanatok alatt lejárt. Olyan gyorsan kell a döntés hozni, hogy... Hát meg mit csinálsz? Igen, utána meg végképp nem. Oda mész, gulakodsz, és kifordul a sarkon a család. Tudod? Na mi van, Ropi? Szórakozol a mamával. Hárman annyira hülyére vernek a saját gyereked előtt, igen. Balázs, te vagy a hibás. Mi a fenének mentél arra? Elkerülted volna, inkább horgászni mentettek volna. Látod, ennyi. Mondjuk az a baj, hogy a saját autóddal voltam, mert ha barkasszal lettél, akkor lenne egy ötlet. Nem feltétlenül a dagi anyukák verik a gyerekeket. Jó, most ne legyünk ennyire önérzetesek. Ebből a megszólásból kihallani azt, hogy Balázs megint beszólt a dagi anyukáknak, tényleg ne. Tehát nem erről nem az, ez volt a lényeg. Elmondtam, hogy annak a nőnek lehetett egyfajta oka. És azok se sértődjenek meg, akik hiperekben vásárol. Esetleg még kenyeret is jöttek. Balázs, te már verted a Benit? Én volt már, hogy ütöttem a fenekére, igen. Igen. De amikor, például, amikor mi nagyon sokat bringázunk, és amikor ő előre megy, és ötször megelőzött. Áll, egyrészt, hát, egyrészt nézzem már, hogy az apján van a sárga póló, innen indult. Tehát, hogy nem előzzük meg azt, hogy a sárga póló van. Tehát, nem, én kevés dologban hiszek, amit a gyereknek nagyon meg kell tanítani, de ez az út kereszteződés, körbenézés, labda után bringával nem megyünk át ebben nagyon. És leszetted a bringáról, és elverted. Rácsaptam fenekére, igen. Igen. Azóta egyébként meg is áll, én nem vagyok híve az erőszaknak, tehát én azt gondolom, hogy egyfajta szülői gyengeség, ha neked ezt kell már alkalmaznod, de amikor majdnem kiment egy busz el, és nem állt körbe, és nem nézett, hogy egyrészt én is nagyon megijedtem, kettő, ott abban a pillanatban azt gondoltam, hogy na most itt van az ideje. Hát rohadt nagy szerencsét, hogy nem jártam arra, mert kiszálltam volna. Igen, és birkoztunk volna egyet a sarokban. Tehát, hogy néha ritkán egy-egy olyan helyzetben, amikor már nagyon sokszor mondtam, nagyon sok, egy-egy makarenkóiban én azért hiszek, de nem a fejére, fenekére, ritkán. De ott nagyon helye volt, és ott az valahogy hogy beégett neki, igen. Tehát ő ugye megy a kis három kerek hülyével nézett, és elérte az út keresztül, és mindig ott, hogy leszállunk, és van egy 5 perces fejmosás. A gyerek mondja, jó, apa, tudom, balra néz, jobbra néz, Viki is mondja neki, mindig tudod, hogy ne, labda után, nekem ez a félelmem. Majd fociznak később, és kirohan a labda, ugye rettegek ettől. Vagy attól, hogy ugye nem áll meg, mert ő teker... És akkor ott ez a dolog megtörtént, és akkor ott nem tudtam megállni. Igen. De azóta mindig Beni mondja, hogy apa úgy ütsz, mint egy nő.
Igen. Azért kerülök rendbe. Szóval az vannak élethelyzetek szerintem, amikor nem, egyszerűen nem bírod megállni. Meg hát van másik megoldás, hogy a Vikit vered meg. Segít is, tessék? Nem, Vikit mered meg a gyerek miatt. Ilyen is van egyébként. Van ez, sajnos van ez a típus, ez most viccet félretéve, hogy úgy gondolja, hogy akkor ezért, hát gyereket nem, pif, anya. Én a rendszeres verésben nem hiszek, de én nem tartom elítélendőnek azt, aki egy évben egyszer egy jól elhelyezett, egyszer egy fenékre csapást elhelyez a gyereken. Tehát, hogy December 12-én. Tetszem, mert még kise osztottam, ne gyere, de akkor nem csináltam semmit, viszont új év van, új időszám, gyere, úgy meg vele. Tehát szerintem nem ettől jó szülő, vagy rossz szülő a szülő, hogy most mit csinál. A napi rendszerességgel folyamatosan ütni-verni a gyereket, abban nyilván egy lelki nyomorék lesz, tehát az teljesen egyértelmű. Miért te nem csapsz rá, vagy nem volt olyan? De hogy is nem, nekem, én mondtam, én nekem volt egy pár olyan, hogy rácsapok, és a csomóan ugye azt mondják, hogy a franc tudja. Mert egyébként meg a gyerepszichológusok azt mondják, hogy ezek a kis, én azt mondom, hogy ebben semmi nincs, sallerok is mekkora károsodásokat okoznak, nem tudom eldönteni. Azt gondolom, hogy vannak szituációk, amikor már nincs több eszköz a kezedben. És ráadásul az, én azt gondolom, hogy a 8-as busz nagyobb károsodást okoz, tehát hogy azért egy jól elhelyezett olyan dolog, amikor tényleg érzi a gyerek, hogy valami nagyon durva, és ezt nem fogja föl, akkor ebbe akár mondjuk bele is hallhat, mert egy 5 éves egyébként már fölfogja. Ott azért, ott szerintem esetenként ezzel nincs baj. Nem kell hülyére verni, én sem, ez mondjuk egyszer történt meg. De én nem ítélem el. Ráadásul ugye, hogy ítélkezik egy szülő, mert nem tudja a másik szülőnek milyen temperamentum a gyereket. Tehát mindig ugye a saját magadból indulsz ki, hogy te azt mondtad, hogy te nem. Persze, lehet, hogy egész nap ül a sarokba és babázik, tehát úgy könnyű azért bármit mondani. Csomóan azt mondják egyébként, hogy nincsen olyan történet, nincsen olyan szituáció, amit egy gyereknek ne lehetne elmagyarázni, szemléletesen megmagyarázni. Aha. Én azt gondolom, hogy ha a 2-20-ban nyolkász, hogy az Istenben magyarázod el neki, hogy az mennyire veszélyes, mit tud elmagyarázni szemléletesen. Az a holló és a róka. Igen. Az áram rázta Rigó és a katolt. Apa, milyen fura mese ez, igen. Kacsony. Meg egy gyereknek arról sincsen fogalma, hogy egy busz mekkora károsodást tud benne okozni, ha elüti, hiszen soha nem látott még ilyet, és nem találkozott még ilyen erőhatással. Tehát hiába kezded el neki magyarázni azt, hogy ha az kigorulsz el és elcsap, akkor meghalsz, mert azt se tudja. Én is kaptam, és azért fölnőttem, és azért volt olyan, mert nekem azért szigorúan. Nem, hát azért szigorúan voltak. Ezt az érvet mondta az előbb a Juli. De nem, most azért annyira nem vagyok klinikai eset. Hát, na, ezt azért nem. Sokan nem csaptak le rá, hogy kicsit vártam, nem. Hogy igazoljátok ezt a dolgot, ugyanban ide, hogy vagy. De valahogy nem álltatok meg. Nem ártott neked sem. Nem, miért gyerekként nem? Hát azért az ember néha nem. Hát azért apád neked is nem, de hát az, nem? Soha. Nem. Soha? Soha, apám nem mert megütni, mert akkora keze volt, hogy ott haltam volna meg. Így van, nem? Meg mindent eltalálta, és féltett a konyhabútól. Na jó, de neked az volt a büntetés, hogy egy hétig nem játszottál a libákkal. Az legalább akkor igaz. Elvették a csontot a nyakadból, nem? Nem lehetett kiganézni. És egy hétig nem ganézhattál a disznóalat. Nem mehetél ki csacsigolni Lacival a szamára. Elvették a legjobb barátodat, ödönt a békát. Érted? Hát azért, ha megértem, más eszközök is vannak, csak... Sokkal jobban fájt az. Jó van. Á, nehéz dolog ez a gyereknevelés egyébként, nem? Hát, borzasztóan, és a másik egyébként annyira megvan előttem a... Nem tudom, hogy ti emlékeztek-e nagy verésre, vagy nagy pofóra, vagy... Amit kaptunk? Igen. Nekem, emlékszem, hogy a apámtól kaptam egyszer egy akkorát, hogy... belebillent a fejem, tudod, mint a levesbe. Igen. Megyet ettünk, nagy társaság volt, és azzal szórakoztam, hogy beleköptem a pohárba a magot, és fehér blúz volt rajtam, és apám ezt meglátta, akkor hátulról egy akkorát kaptam, hogy megfejeltem majdnem az asztalra. Aha. És nem is azt fájt, hogy megütött, hanem hogy annyira megszégyellődtem abban a pillanatban hát, az egész társaság persze, előtt, és az ugye ezt mondják, trauma. Hogy nem is a gyereknek nem az fáj, persze az is fáj, tehát a kékzöld levered, akkor az mindenképpen fáj, de hogy az ember, akit ő szeret és tisztel és bizalommal van iránta, az abban a pillanatban elárulja őt, és visszaél az erőfölénnyel, megszégyeníti őt egy szituációban, tehát meginog a bizalom, hogy ez ebben az egészben a rettenetes. De azok kötte többet a magadé. És azóta már anyaként rájöttél, hogy azt a rohadt meggyet nem szedik ki semmi a fehér blúzból. Igen. 3-10 van pontosan, néhány perc, és jövünk a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-10 múlt pontosan 2 perccel. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk. Tóth Gábor volt a vendégünk, kenyér-kalács téma, érdekes dolgokat mondott, hogy mire figyeljen az ember, ha kenyeret vesz, kalácsot vesz, hiperben, péknél, jó péknél, rossz péknél. Hát sok minden volt, amit nem tudtunk ezzel kapcsolatban. Igen, ma is nagyon lelkesítő volt, Gábor. Igen, nagyon szeretjük, főleg a reggelie. Oh.
Igen, tápiók, kedveljük, mégis tápiók a sziruppal, igen. És mikor reggel, én már nem is tudom, hogy kezdtünk el arról beszélgetni, talán a barkaszos hír kapcsán, hogy ugye egy pasi látta az exét sétálni az újdonsült barátjával, arrébb húzta a kormányt, és egész egyszerűen átment, de nem az exén, hanem annak barátján. Igen. És arról kezdtünk beszélgetni, hogy úgy mi a fene vezérli ezeket a férfiakat vagy nőket, akik nem is a saját exükön, hanem a harmadikon akarnak bosszút állni, mire vezethető ez vissza, mi az oka ennek, illetve hát egyáltalán elér ezzel valamit az illető. A barkaszt azt televízionáltad bele, de ennyire beépült. Tehát most már gyakorlatilag... Igen, egy barkaszos hír volt. Egy-kettes vadában indultunk, aztán rájöttünk, hogy a barkasz mégis barkasz csak nagyobb a tűd. Igen, igazi megtorló fegyver, egy faú, egy. Igen, annál nem is emlékeztem, hogy jött a barkasz. Erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Csak tudja az ember, hogyha például jó szándékból a gyereknek kalácsot vesz, vagy gyorsfagyasztott kenyeret, vagy bármi mást, akkor alapjában mit tesz le a tányérjára? Mert hogy hát rémdrámákat hallani kenyér-kalács kapcsán, nem? Meg hát aztán kifli zsömle persze. Igen. Ott is vannak nagy átvágások. Melyikkel kezdjük? Szerintem kezdjük a kenyérrel. Kezdjük a kenyérrel. A mindennapi kenyérrel. A helyzet az, hogy egyre rosszabb, ahogy az évek haladnak, egyre rosszabb a kenyér minősége. Magyarországon kétféle péket látok. Az egyik az, aki szeretne jó kenyeret sütni, a másik, aki inkább behagyja a derekát és megcsinálja az olcsó kenyeret, mondjuk a különböző multiknak. Lassan már ott tartunk, hogy fehér liszt is alig van benne. Tudjátok, hogy beszéltünk a fehér lisztről, hogy abban szinte alig van kalcium, magnézium, nyomelem, rost, és a vastagbélbetegségek egyik nagy meleg ágya, ugye az a fehér kenyér, a fehér liszt. Most már ott tartunk, hogy a fehér lisztet is adalékolják, tehát még az is alig van benne. Tehát ma már nem minden kenyér nevezhető kenyérnek, ugye korábban a tej kapcsán beszéltünk, hogy nem minden tej nevezhető tej. A nagy csapda ott van, hogy különböző hiperek például, ugye? Kiírják, hogy helyben sütött kenyér, ott van az illat, és azt gondolod, hogy valami igazán jó minőségit kapsz. Tisztelet a kivételnek sokszor, vagy a legtöbb esetben nem ez történik. Ezek igen. A kenyérhez már csak nyomokban hasonlító valamik, nem? Így van. Ez egy óriási marketing fogás volt. A fogyasztó úgy gondolja, úgy vélelmezi, hogy ez biztos, hogyha helyben sütött, akkor sokkal kevesebb adalékanyagot tartalmaz. De nem kizárt, hogy ez is lisztkeverékből van, csak ott van helyben a sütőde, és ott készítik. Én az élelmiszeriparban végeztem, de az elmúlt 10 évben, hogy elvégeztem az egyetemet, újabb és újabb elszámok, adalékok jelentek meg. Különböző lisztfehérítők, gázelosztók, olyan módosított keményítők, amelyek a bélszerkezetet változtatják, olyan sikérjavítók, olyan tápsók. Ennek mi az oka, hogy gyorsan elkészüljön? Tehát az, hogy keresztés nincs, az már egy dolog. Ugye tisztelet a kivételnek, nyilván azért vannak pékségek, de hogy gyors legyen, gyorsan elkészüljön, hozzáöntik por, megkeverik be a sütőbe, kész van 20 perc alatt. Ez a lényeg a gyors kenyér. Korábban beszéltünk egy kicsit viccesen a kemence aromáról, mert a kemence illatát is bizonyos anyagok, kémiai anyagok váltják ki. Tehát olyan házi jellegű kenyeret lehet kapni, amelyeket, hogyha kóstolod, akkor olyan érzésed van, mintha vidéken kemencében sült volna, de ezeket aromákkal érik el. Az élesztőhöz pedig olyan tápsókat, vitaminokat, egyebeket adnak, hogy sokkal gyorsabban dolgozzon. Így készülnek azok a gyors kenyerek, ahol egészen más a kenyer állaga, mint a régi kenyeré. Tény, hogy az adalékkal dúsított kenyér jobban eladható, frissebbnek látszik, lassabban öregszik. Tehát van egy csomó megoldás arra, hogy hogyan lehet a kenyeret frissen tartani. Az igazi jó kenyér azért az nem mindig egyenletes bélzetű. Azt elvágod, és vannak nagyobb és kisebb lyukacsok benne. Olyan nyomelemek vannak, amire szükségünk van. Nincs benne a búzacsíra. A búzacsír az egyik legtáplálóbb élelmiszer. Régen, hogyha egy gyermek nem fejlődött jól, akkor búzacsírát adtak neki. És egyszerűen ezek hiányoznak, az E és A vitamin ott van a búzacsírában, és egyszerűen nem értem, hogy meddig engedjük ezt meg, hogy a gyerekek ilyen kalácsokat kapnak. Jó, csak hogy mindig legyen alternatíva azon szülők kedvéért, akik most nem legyintenek, és azt mondják, jó, akkor mit tegyek, akkor persze majd vedd meg te, hanem mondjuk azt gondolják, hogy oké, ilyen típusú fehér kenyér nem. Ha üzletben vásároljuk, legyen benne rozsliszt. Te teljes kiörésű? Legyen benne valamilyen rozsliszt, lehet fehér rozsliszt is, mert a fehér rozsliszt is fekete színű, tehát rostos. Legyen benne teljes őrlésű liszt, teljes kiörlésű kenyér, graham kenyér, rozs kenyér. Onnan ismerjük meg, hogy egy picit repedezett. Hogyha a kenyér túlságosan lágy, könnyen benyomható, mindig gyanús. Az igazi jó kenyér az nehéz, nem túl nagy térfogatú, egy kicsit repedezett. Tehát megmondom őszintén, hogy azt a kenyeret keresem, ami nem olyan szép.
Azért ez milyen, amikor rájössz, hogy olyan nővel vagy együtt, akinek az exe ki akar nyírni? Nem? Az elé. Ja, tehát ott a nő is leértékelődik picit egyébként, nem? Azért hátulról elütnek egy barkasszal. Azért az nyomós érve arra, hogy átgondolt, igen, hogy kellene neked ez az egész, mert hogy a csajt a nyakadba veszed, az egy dolog, de hogy az exét is a nyakadba veszed ezzel, nem biztos, hogy ezt te meg akarod tenni. De ugyanez, amikor a nő veri meg a jelenlegit. Én azt se értem, az exek találkoznak. Jó hajtépés van. Még a csajbúnyót én bírom. Ugye? Na, én azt bírom. Én mindig szájtátva nézem a diszkóval. És elkezdett beszedni a pénzt. Kifogod a vörösre? Tart, gyerekek, ez egy mohító a vörösre, ha lekerül. Nem tudom, a csajbúja annyira szórakoztató. De rettenetesen vicces, ahogy verekednek. De a cicabunyó vagy a rendes? Hát nem, amikor két nő tényleg egymásnak feszül. Na, de abból is van. Az mindig úgy történik, hogy az egyik belekapaszkodik a másik ajába, és az egyiket nem engedi el. A csaj len van, a másik nyomja, és aki lent van, az a táskájában. Mindig a táskájában. Tehát a csajbunyónak mindig van egy forgatókönyv. Meg minden játszik, igen, nem? Aki lent van, az pedig valahogy a táskájával próbálja elkaszálni azt, aki éppen húzza a haját. És hát ott minden van. Tehát a szemkinyomás, a hajtépés, és a csajok valahogy közben észrevették, hogy... A La Fleur Special Edition okostelefonjával a fejét. És a csajok verbál bunyót nyomnak. Tehát a csajok úgy verekednek, én nagyon sok női bunyót láttam különböző pesti szórakozóhelyeken, hogy... Nem, csak úgy álltunk ott a srácok a bárpultnál, és csajbunyó van. És ők mindig verbálisan is ráerősítenek. Tehát ha már komoly palibunyó van, ott már egymással feszülnek, pik-pik, valaki lerendez valakit. Amikor valaki csajbunyónál... viszül a többieknek. Tomás, már gyertek, csajbunyó! Nézzétek, csajbunyó van. De mindig a harmadik a legkevésbé bűnöz. Nem tudok olyan életszituációt mondani, lehet, hogy ti tudtok, amikor a harmadik a hibás. Hát van, amikor így elszereti, vagy pedig így nem tudja elszeretni. Senkit nem lehet elszeretni, aki nem akar. Hát azt tudod elszeretni, akinek van egy lék a kapcsolatán, és úgy dönt, hogy beengedi a harmadikat. Nem? Úgy lehet szerintem a harmadik hibás, hogy tudja, hogy kapcsolatban vagy, és ráhajt. És így zavar be. Tehát, hogy így azért lehet bűnös a harmadik ember. De tudja, hogy te kapcsolatban vagy, tudja a lány, hogy van egy feleséged, van gyereked, van család életed, egyébként rendben is van minden. Ennek ellenére ráthajt, és ennek ellenére megtesz mindent azért, hogy megszerezzen, és így robbantja szét a kapcsolat. Na, így azért lehet haragudni rá. Hát ez a megtesz mindent, addig tud valaki megtenni mindent, amíg a kapcsolatban lévő fél azt engedi. Tehát én azt mondom, hogy figyelj, nem, és ne hívjál, és nem, nekem felesége van, és szeretem, és tőled nem akarok semmit, akkor utána már én nem tudom, hogy még mit tud tenni. Persze nyilván nem lehet átesni, vannak kivételek, a pali mindent megad, aztán a nő egyszer csak leszerelmesedik, és elmegy. Tehát, hogy azért ilyenek is vannak, nem lehet általánosítani, de ez a harmadik megveréssel számomra mindig egy rejtély. Szegény, szép, az itt nem képzeld, sétálsz ott a bazilika előtt. Igen. Ránézel az órádra. Ki volt ez? Az exem, igen. És fekszel a földön, tudod. Nyalsz még így a csoki pisztáciából, aztán hasba talál egy barkasz. Valaki írja, ez egy nagyon jó hasonlat, hogy ez valószínűleg az állatvilágból jön, hogy a nőt a tulajdonának tekinti, bármit tesz vele, mindig az övé marad. Tehát, hogy azért akarod lenyomni a másik férfit, mert hogy azt gondolod, hogy a nő a te tulajdonod. Ez egy jó meglátás, ezt Kati írta egyébként. A barátom exe rátelepedett az anyósomra, és ketten együttes erővel próbáltak szétszedni minket. A kedvencem az volt, amikor karácsonyra meghívták a barátomat nélkülem, és a volt barátnő ott ült az ünnepi asztalnál meglepett. Én nem tudnék egy nőért sem verekedni, ha megnyerte, hagy vigye egy barkaszos. Engem az ex-csajom új pasija akart elintézni, holott másfél évvel a szakításunk után jöttek össze. Az okot máig nem tudom, írja Tamás. Az milyen durva? Miért? Szakítasz egy nővel, másfél évig nincs senki, összen egy parival, és másfél évvel Tamás, nagyon meg. Tamás, akkor tudom, is van, hogy az általánosban kavartál a csajommal. Ki vagy? Ki a csajod? Morning Show. A Klassz FM-en. Három. De. Kíváncsiságomat. 3:10, jó reggelt mindenkinek. Csabi, hello. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság? Micsoda kenyerek vannak itt, és pont képzeljétek el, a napokban arra gondoltam, hogy régebben a Feri az olyan sokszor jött be ilyen kis kosárkákkal, nagy kosárkákkal. Képzeld, de pont ma. Terített asztal, és aztán tegnap arra gondoltam, hogy ez milyen régen volt, hát ez a Feri tényleg megváltozott. És erre mi történik? Gondolatolvasó volt a Feri, mert ma megint megterített. Igen, én is kérdeztem tőle, hogy nem velencérős, de csak hogy hozott egy jó kis segélytendes, nem is akármilyen, igen. Nagyon finom kenyereket. Gábor is hozott egy-két dolgot, úgyhogy habzsi. Habzsidőzsi kenny, magadnak még egyet. Na. Kösz szépen, ezt szerettem tényleg. Volna. Tényleg, jókos itt van. Jók voltak, tényleg, köszönjük, finom volt. Egészségünkre. Jó volt. Futottál? Ma nem. Olyan eső van minden reggel. Felkelek, hogy akkor futok. Az a fura, nem esik, nem? Hát már igen. Úgyhogy ma is délutánra marad.
Viszont van egy kérdésem, hogy a Harkányi nyaralás. Nagyon szép, Csabi. Ezt szeretem benned, hogy ilyen felkészült vagy. Na, igen. Hogy nem jössz úgy be műsorra, hogy nem gondolod át, hogy miről akarsz beszélni. Nagyon szép a kérdés. És hogy csillapíthatatlan a kíváncsisága. Egyszerűen ez nem múlik el benned, hogy várd ezeket a képaláírásokat. Abszolút rajta vagyok, csinálom. És kedvesen kérdezem, még ezen a héten, jövő héten már. Hihetetlen türelemmel és alázattal kezdett. Rajta vagyok. Megnyitottam, tényleg jó képek. Ezek után olyan aláírások kellenek. Ennyi ideig nem lehet rajta ülni. Minden nap hozzáírok valamit. Törlöm az előzőt, és kicsit javítok rajta. Kicsit, de aranyos van. Már szinte izgulok előjönni vele. Én kérek elnézést a családottól, hogy ennyire lefoglallak. Tényleg. Igen, megcsinálom tényleg. Hívjuk a nap hallgatóját. Ki ez a feltűnően banja kislány itt a Rejtvény magazin elején? Meg kell fejteni biztos. De erotikusan banja? Hát ő már nem. Mások túlhúzták. Mutasd meg. Hova néz a lelkem? Nem tudom. Morning. Show. Az. Jól van. Elfogadjuk? Elfogadjuk. Köszönöm szépen. Hogy hívna? Dávid. Hello, Dávid. Azt írtad nekünk, ugye, hogy hát már a Juli is józsizik. Mindjárt beülök a barkaszba. Aláírás Ábel. Gyönyörűen összefoglaltad. Nagyon szépen összefoglaltad, ez csak az érti, aki ma sokáig hallgatott minket, de azok értik. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Jó? Hát köszönöm szépen, még sose voltam. Na. Úgyhogy jól jön. Hol hallgatsz minket? Most helyre, Kecskeméten, épp az M5-ösön. Haladsz a barkaszoddal? Azok a barkaszommal, így van. Igen. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Oké, köszönöm szépen. Hello, köszi, hogy írtál. 2 perc a pontosan 10 óra 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim!